akkor nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket. A női érdek kezdeményezte az XTK-val együtt ezt a mai rendezvényt, hogy lenne pár megbeszélendő dolog. Engedjétek meg, hogy tegeződjünk végig, én Valki Szilvia vagyok az XTK vezetője, a női érdekesek pedig itt nagy számban az elsősorban gyülekeznek. És engedjétek meg, hogy bemutassam a mai beszélgetés részvevőit. Mellettem Kremer Sarolta, ő gimnazista, középiskolai hálózat, tehát a Kihának és a Halának is egyszerre a tagja. Itt volt egy nagy csere, a Vidakatus a vendégünk, a hallgatói hálózattól több lány elesett, illetve még nem esett el, hanem ott a kint harcol a Fidesz székháznál a barikádokon. És ezért elég hosszú ideig tartott, amíg valamit végül beszerveztük, de nagyon köszönjük a Katusnak, hogy amelyet hogy a rendőrségi fogna szeretetét élvezni, inkább idejött, és most cserek velük a halálból. És Szemán Dénes belül mellett, ő PhD hallgató, majd el fogja mondani, hogy mikkel foglalkozik, mert az ki is fog derülni, pszichológus, és végül Vince Teréz agyunktus, aki pedig mint hát egyetemi tanár minőségében van itt köztünk. Azt fogjuk csinálni, hogy egy 40-45 percet így beszélgetünk mi, és utána kinyitjuk, és akkor egy ilyen vita lenne. Sziasztok! Talán elindulhatnánk Pistától meg a listától. Tehát elhangzott itt ugye a félvér kislány, ribanc, jóság, basznivaló egyiptológus, LMP-s Pina, hippi Pina, jól mindannyian ismeritek ezt a listát, az azóta fölfüggesztett eltehők csapattal listázta így a lányokat. De azt szeretném kérdezni így a lányoktól, vagy mindenkitől, hogy mi volt erre a reakciótok, akkor ezt olvastátok, vagy föltűnt ez, és mindenkinek van mikrofonja, jól bele kell beszélni. Engem, mint szerintem minden lányt és mondjuk gimnazistát hallgatott, abszolút felháborított ez az egész listázás dolog, és őszintén szóval nagyon-nagyon örülök neki, hogy kiderült, és rólam, akkor vagy egyetemre kerülök, nem kerülhetnek ilyen dolgok fel egy ilyen listára. Azt miért gondolod, hogy nem kerülhetnek? Hát reménykedem, inkább azt mondom. Katus, mint halás, hogy foglalkoztál vele, vagy más módon? Különösképpen nem, de azt muszáj megemlítenem, hogy az éles az, amit tettünk, hogy egyfajta ilyen autoritás sorrán kerültünk el. Csak ha már így nem, a feminizmus és a szexizmus témán körülön. Nem mindegy. Nem, fordítok el. De lényegben, éles középen. Hát szerintem csak ugyanannyira, mint minden más hallgató, tehát hogy akkor térjünk a lényegre. A Hahában volt erről belső vita, beszélgetés, lányok között, lányok, fiúk között. Mi volt az első reakció, amire emlékszel? Nem volt ez így komolyabban kiemelve, tehát ugyanannyira volt ezen a felháborodás, mint az etnikai alapú megjegyzéseken, tehát szerintem nem. Tehát az, ami talán kérdezel, ami a sajtóban volt kettős mérce, vagy jó, hát egy kis szexista megjegyzés, az belefér, mert hát ugye te is megnézed a fenekét a folyosón. Ez, tehát hogy nem tudom, a Hahában ez szerintem ugyanannyira volt színos, és is bologat a kérdés, és ugyanannyira volt felháborodás. Erre majd térjünk vissza, de talán ezt a kört menjünk végig, hogy ki vagy reagáltál, vagy kinek mi volt az első reakciója, Dénes? Jó, ez nem is saját mikrofon? Hát lehetne ennek egy ilyen maszkulin válasza is, hogy mi volt az első reakciója, vagy amíg azt gondolom, hogy itt lehetne egy többségi maszkulin válasz is, hogy amit mindenki mondta, hogy semmi, tehát hogy így a szexuálisnak nem lenne jelentősége, tehát hogy ez egy annyi mindenki csapja biztosítékot, mint a rasszizmus vagy az antiszemitizmus, mint hogyha valahogy a szexizmus felett így elsiklana mindenféle gondolat, tehát a férfi, de nem akkor tulajdonképpen a férfiaknak egy elsikló gondolat volt. De hogy azt gondolom, hogy ez a fajta listázás, ez nem a legmegfelelőbb, mert szerintem egyetértünk mindenki mindjárt, nem ennek kéne lenni a legnagyobb. Inkább az a vízhang az, ami nekem feltűnő volt, hogy mennyire nem volt vízhangja annak a szexizmusnak, ami megjelent. Még minden másnak egy nagyon jó tematizálása, ennek mintha valahogy nem lett volna. Ez egy feltűnő volt számomra. Teréz, volt-e visszhang, volt a te reakciód, és szerinted miért volt erre? Hát az én reakciómból igazából egy kicsit
nem biztos, hogy ebből lehet általánosítani, hogy miért nem volt reakció, de nála például egy ilyen iszonyatos védekező mechanizmus kapcsolt be, hogy körülbelül, tehát egy, a listának egy pici részletét láttam, és abban mondjuk megakadt a szemem két ilyen durvább szexista megérzésem, és onnan kezdve soha többé ezt a listát nem vettem elő, tehát egy csomó, amiket mondtál, azokat nem is ismertem, mert egyszerűen olyan fizikai undor vett rajtam erőt, hogy nem akarom megtudni, hogy milyen címkéket aggatnak rám, vagy ránk a hátunk mögött, mert én továbbra is volt egy olyan érzésem hosszú ideig, hogy jönni fog majd a tanárok listája. Tehát, hogy biztos van a tanárokról is lista, és majd még megtudhatom én is, hogy az én listámon, vagy az én bejegyzésemnél mi van, és nálam annyira, tehát lezárt ez a kap, hogy nem akarom ismerni a labelöket, ezeket a címkéket, hogy mi. Tehát, hogy, és egy picit nyilván az, hogy ennek nem volt visszhangja, ez biztos nem azért nem volt, mert a szemérmes nők, akik támadva érezték magukat, akkor azok nem tartották volna ezt fontosnak, hanem közben meg szomorú, hogy nem volt ennek nagyobb visszhangja, és hogy nem kellett nagyobb felháborodás, de egyébként a másik reakció meg az volt, hogy tényleg volt bennem egy olyan, hogy igazából ugyanolyan súlyúnak éreztem az összes többi dologgal, tehát hogy ebben a nagyon súlyos, nagyon gusztustalan, és hát ez még ráadásul belevegyült abba, hogy más dolgok is itt ugye kiderülőben voltak ezzel a listával együtt, tehát hogy abban a borzalomban, mint egy így elvegyült. Nézzük meg a sajtóbeli interpretációt, amire a DNS is utal, tehát idézek például, nem az a legnagyobb baj a hők körül, hogy állítólag listát írtak arra, hogy kit akarnak megdugni, ez szimpla diákcsin lett volna, ez volt az egyik oldalon. A vallás és a politikai hovatartozás listázása az már egy komoly ügy. Ez most csak egy idézet, de volt több ilyen, hogy hát volt ez a kis gyerekcsin vagy diákcsin, hogy ezt picit szedjük már szét, hogy mi ez a kettős mérce, vagy miért van ez, hogy az antiszemitizmus egy komoly dolog, de ez meg jó, hát akit meg akarnak baszni, az nem olyan komoly. Nem tudom, Dénes, Katus, bárki. Hát, azt hiszem, hogy talán azért, mert hogy a szexizmusra, mint ilyen, nincsen még egyetlen rálátásunk, vagy kultúránk meg inkább. Definiálnak a szexizmus, tehát ne vegyük magától értetődőnek, ha bár ez nem lehet, hogy akadémiai közel. Ne vegyük annak. A szexizmus az leginkább a nemekkel szembeni előítéleteket jelenti, hát akár hátrányos megkülönböztetés, ezek a több szélsőséges típusát is. Ez mindkét nemet érinti, tehát hogy ez nem csak a szexizmus nem csak a nőkre vonatkozik, de mindig van egy hatalmi ágens ennek a történetnek, és ez a hatalmi ágens tulajdonképpen arról szól, hogy a szexizmus mindig csak a nők ellen irányuló előítéleteket jelenti, pusztán annak a diszkriminálása, adott esetben, hogy valaki valamilyen nemnek a tagja, és ebben nő, tulajdonítunk sok mindent. És hogy valahogy erre, azt hiszem, nem akarok sztereotipikus lenni én is, de hogy aki ezt mondta, az nem egy férfi volt, aki ezt a nyilatkozatot tette, azon jól leírja, hogy mi a szexizmushoz való többségi patriarhátus viszony. Ezt úgy nem tekintjük annak valahogy, hogy ez egy ilyen kicsapnál biztosítékot verzió. A rasszizmus és az antiszemitizmus, mert van egy sokkal nagyobb érzékenységünk, ezt jól megdolgoztuk, azt hiszem. Szintén egy talán a mai vitával kapcsolatban Hava oldalán jegyezte meg egy fiú, hogy ha minden apró dolgon kiakadunk és eltökölünk, akkor elvesznek az igazi céljaink. Nem tudom, hogy szándékosan használta az eltökölőket, de hogy minden eset, de hogy nem lekicsinyelni akarta, hogy jó, persze ez is fontos, de hát azért ez egy ilyen apró tökölődés. Hogy vagytok ti ezzel? Hogy egyrészt van ez a dolog, tehát hogy amit mondtam, hogy itt most szőnyegbombázással minden érték egyszerre van támadás alatt, vagy nagyon sok minden történik. És tehát lehet, hogy ez ilyen megúszós dolog ilyenkor azt mondani, hogy na hát tényleg ez is egy a sok közül, miért pont ezzel foglalkozunk. Szerintem ezek a reakciók szépen mutatják azt, hogy egyszerűen nincs annyira ennek a súlya a helyén. A dolgok között, hogy könnyű, erre a legkönnyebb, tehát amikor nagyon sok baj van, erre a legkönnyebb azt mondani, hogy oké, akkor ami kisebb baj, azzal most nem foglalkozunk, gyorsan megoldjuk ezeket a nagyon súlyos, rasszista dolgokat. Tehát, hogy ez egyszerűen azt mutatja ilyen szimptomatikusan, hogy ez az, amit ilyenkor háttérbe lehet
tolni, mert ez nem annyira fontos. Sári, hogy hadd kérdezem meg, hogy így középiskolás kevésbé találkoztál ezzel a szexizmus dologgal, vagy átérted-e valamit, hogy van egy ilyen saját tapasztalatod? Nekem még az általános iskolában van ezzel kapcsolatban élményem. Tehát például, hogy az, amikor én rosszul, csúnyán írtam valamit, tehát erre mindig kaptam a negatív feedbacket, a fekete tigris nyomdákat, még hogyha mondjuk a fiúk csinálták ugyanezt, akkor így fel sem tűnt a tanárnak. Tehát ez elfogadott volt, hogy a fiúk csúnyán írnak, de a lányoknak ezt nem szabad. Én erre így emlékszem elég élesen. Aztán például még a testetanár sem örült annak, amikor én focizni akartam a többiekkel, ilyenekre jönnek. És mi a helyzet most, így mondjuk a te generációdban, hogy milyenek a fiúk, a lányok, vagy a fiúk ilyen kis hülyék még ott, nem? Tehát... Hát igen, szerintem sokkal életlenem meg, de csak nem tudom, az én iskolában, de az a jellemző, hogy szépen kinyitjuk az ajtót, és cipelik a székeket helyettünk, de egyébként ez is idegesítő. Katus? Hát én nekem még az jutott eszembe, hogy amit a Dénes mondott, hogy nincs ez a téma megdolgozva, tehát hogy a rasszizmus ez már olyasmi, amire ugrunk, hogy én úgy érzem, hogy ez összefügg azzal is, hogy az egész egyetemekkel lévő demokráciával és azzal, hogy hányfajta hallgatói szervezet létezik, egy pártrendszerű vagy több pártrendszerű a hallgatói érdekképviseleti választásunk, mert hogy azért úgy szembe jött le a különbség mondjuk a Közép-Európai Egyetemen, a CEU-n, ahol például van női hallgatói csoport, és sokfajta hallgatói csoport van, akik különböző ügyeket képviselnek, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy itt az ELTÉ-n se ez lenne, hogyha lenne annak hagyománya, hogy például lenne női érdekérvényesítő csoport, vagy egyszerűen csak többféle hallgatói szerveződés lenne, és lenne ennek az egésznek kultúrája, hogy többféle hangnak adunk teret. Teréz, akkor itt lehet érezd magad kicsit megszólítva, hogy mondjuk ha te akarnál lenni ennek a, nem tudom, most média, hogy is hívják ezt a szakon, most média? Az intézetet hívják, az intézetet emelt és média. Itt lejártak, csak társadalmi intézetnek. Szóval, hogy neked milyen esély vannak, hogy ennek a... Ez nagyon érdekes dolog, mert én egyértelműen azt érzékelem, hogy az ilyen típusú kezdeményezéseket a nők elutasítják, azért utasítják el, mert azt gondolják, hogy nincsen ilyen probléma, ők nem akarnak nyavajogni, mert ők egyenrangúak, és nekik ők nem érik mondjuk ilyen szexista dolgok, tehát mondjuk ilyen durvák talán nem is érik. Akkor és ezért ezt... Várjunk egy pillanatra, hogy mik érik akkor? Hát a finomabb formája... És milyen nőkről beszélsz? Tehát a tudós nőkről beszélek, akik itt az egyetemen hallgatóként, oktatóként, tudós, emancipált nőként tételezik magukat, és ők is elutasít. Tehát alapvetően van egyfajta elutasítás ezzel szemben, mert hogy itten van egyfajta egyenrangúság, és sokkal bújtatottabban jelennek meg itt, sokkal szofisztikáltabban jelennek meg itt ezek az ilyen szexista dolgok. Tehát mondok példát, tanszéki értekezlet, kutatási beszámoló, hölgyek és férfiak egyaránt előadják kutatási témájukat, utána hozzá lehet szólni. Férfiak a férfiakhoz mindig úgy szólnak hozzá, hogy elkezdenek vitatkozni, hogy ennek és ennek a szerzőnek a művében ezt és ezt, te hogy gondolod, hogy te mit gondolsz erről. Amikor a nő tartja a beszámolót, akkor a férfi hozzászól, akkor azt mondja, hogy esetleg javaslom neked, hogy olvasd még el, nem tudom kicsodának a művét is, tehát fel se merül az, hogy talán mivel ezzel foglalkozom, talán olvastam, és talán lehetne erről vitatkozni egyből. Ugye ez udvariasság, tehát hogy a hölgyek felé egyfajta udvariasság, hogy ne hozzuk kellemetlen helyzetbe, hogyha esetleg nem olvasta, és akkor inkább hagyjuk ki őt a tudományos diskurzusból. Tehát, hogy sokkal, sokkal ilyen szofisztikáltabban vannak ezek a kis nüanszok.
Mehetünk ezen tovább, ide csatlakozik egy nemrégen Washington Egyetem által folytatott kutatás alsó mézalt, tehát általános iskolások között, hogy több figyelmet kapnak a fiúk az osztályteremben, hogy több időt beszélhetnek, és sokkal több feedbacket kapnak a tanártól, tehát több visszacsatolás, kritikát, dicséretet, a lányok meg úgy inkább el. A lányok úgyis ügyesek, tehát ők már úgyis rendesen viselkedtek, vagy nem tudom. Tehát egy számos ilyen tudományos helyzetben, tudományos diskurzus helyzetben meg lehet ennek a nyomait találni, hogy hogyan vannak kiszorítva, hogyan szorulnak ki szinte észrevétlenül a nők ebből a diszkuszióból különböző módokon. És mi történik, ha egy nő át akarja ezt valahogy vágni, így, vagy tehát így? Hát nem tudom, tehát ez olyan dolog, hogyha a nő úgy érzi, hogy el van ezzel szigetelődve, tehát hogy nincsenek úgymond társai, vagy nincs kire támaszkodni, akkor nyilván nehezebben. De folytatva a kérdésedet, hogy mi lenne, hogyha én itt akarnék egy ilyen érdekképviseletet? Nem, hogyha te akarnál lennének az intézetnek a vezetője, milyen esélyeid vannak? Hát az ELT-n 16 intézet van, abból egynek van női intézetigazgatója, 70 tanszék van, abból 19-nek van női tanszékvezetője. Készültem számokkal, ugye általában szokták egyetemi körökben tudni ezeket, hogy hol van a szüvegplafon, meddig lehet eljutni. Állítólag a bölcsészkar ugye az a terület, ahol legtöbb nő van, de azért szeretném elmondani, hogy itt is szörnyűek a számok. Tehát az adjunktusok, ugye az adjunktusok, aki esetleg nincs otthon ezekben a dolgokban, az a legalacsonyabb tudományos fokozata az egyetemen. Ott még többen vannak itt a bölcsészkaron, a nők 97-92-re állunk. Az agyunk nők 97, utána a docens a következő csapat, az a 71 nő van és 104 férfi, ezt szokták igazából, tehát hogy itt ér véget a lehetőségek a nőknek nagyjából, az egyetemi tanárja az a top, ott 23 nő van és 103 férfi a bölcsészkaron, és hát ugye a top az a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, ott 12 nő van és 261 férfi. Tehát van egy ilyen csodálatos piramis, tehát azt mondanám, hogy függetlenül létező vagy nem létező érdemeimtől nagyon kicsi az esélyem arra, hogy valaha is, arra sokat dolgozom, akkor sem sok esélye van itt. Akkor ezt nézzük meg, és hadd legyek az ördög ügyvédje, hogy ezek a nőknek ez a választások, elmennek gyereket szülni, nem is motiváltak annyira, tehát hogy ezt meg lehet azért magyarázni. Vagy meg lehet, és ezzel nem tudom. Ő választások, ő döntésük, nem akarnak, visszakoznak, szül három gyereket. Hát nem tudom, ez egy olyan dolog, hogy például ugye, tehát mondjuk az adjunktus az olyan, hogy ír egy doktori disszertációt, megvéd, nem tudom, eljut. És aztán jön mondjuk a docens. Az, hogy hány éves, erről nem csináltam statisztikát, mert ez kicsit nehezebb, hogy hány éves korukban lesznek a nők docensek, és hány éves korukban lesznek a férfiak. Ebben is volna valószínűleg különbség. Itt nyilván, tehát az ilyen sebesség, hogy mennyi idő alatt érhető el egy ilyen teljesítmény, az nőknél családi okokból, nem tudom micsoda, ki húzódhat, de én beszéltem sok olyan, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön is olyan agyútusokkal, akik mondjuk aspiráltak arra, hogy docensek legyenek, és minden tudományos kritériumot teljesítettek, és még nincsenek 40 évesek, de világos, hogy nem fogják őket docensé előléptetni, mert náluk az elképzelhetetlen, hogy egy nő hiába megírta az X számú könyvet, elérte az X számú külföldi publikációt, nem fogják docensé előléptetni, mert nő. De miért? Hát ez indoklás, és akkor miért nem csinálnak a nők valamit? Vagy? Nekem az jutott eszembe, csak hogy tényleg visszakérdeznék, akkor tényleg az ő választásuk? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy az ő választásuk ez a történet, hogy akkor ezt teszik, vagy ezt teszik. Én meg azt mondom, hogy vannak választásai egy bizonyos kereten belül. Tehát kijelöl a társadalom, kijelöl ez az egyetem is, meg a része ennek az egésznek egyfajta keretet, amin belül lehet lépkedni. És akkor ezt nagyon szépen jutalmazzuk, hogy akkor ha nem is szeretnek, a klasszikus nem is szeretnek megfelelően lépked valaki, megkapja a jutalmait, ha nem úgy lépked, akkor nem kapja meg a jutalmait. Ebben lépked be lehet jutni valameddig, de azon túl meg nem lehet. Egyébként ezt mondjuk még egy ilyen nagyon érdekes, amikor a kirekesztés szóba küld, már csak abban is, hogy a tanszéki értekezleteken a férfi kollégák
kezet fognak el, amikor találkoznak. Mert egy nagyon gyakori, egy nagyon finom dolgokban van kódolva, például a kézfogás, ez egy tipikusan ilyen jelenség, nőkkel nem szoktak kezet fogni egyébként ez ügyben. Én mindig mindenkivel megpróbálok kezet fogni, és nagyon furcsán néznek, tehát én mindenkivel. Hány férfi próbálja, hogy ezt megtesszük? És nagyon furcsán, tehát néha nem is értem, hogy miért, mikor mindenkivel előttem kezet fogott, akkor velem miért nem akar kezet fogni? Hogy kell kirekeszteni egy csoportot finoman ezzel? Nagyon érdekes, amit mondtok, de a lányokat is kicsit akarom így aktivizálni, meg visszamenni oda, amit nekem hát nagyon kedves, meg a hahás ismerős lányok is mondtak, hogy de hát azért van egy fordított szexi, most vissza még nem ugrunk teljesen vissza a listára, de hogy azért van már, ez egy más generáció. Tehát az a kérdésem, hogy szerintetek van-e generációváltás ebből a szempontból, hogy ti generációtok az másképpen viszony, de van-e valami változás ahhoz képest, amit a Teréz mond? Szerintem egyrészt igen is, másrészt nem is. Egyrészt igen, a HAH-ban mindenképp volt egyfajta tudatosság abban, hogy figyelni ezekre a szexista mechanizmusokra, amik ilyen láthatatlan módon kizárják a nőket. És különösen azt gondolom, hogy a mozgalom indulásakor volt el nagyon tudatosan odafigyelve, hogy például úgy, hogy ugyanannyi nő nyilatkozzon, ahány férfi, sőt, ha tehettük, akkor kifejezetten egy férfi, egy nő ment nyilatkozni. Tehát az, arra törekedtünk leggyakrabban, hogy párban menjenek nyilatkozni a hamások. Illetve a koordinátorok is, annak, aki nem ismeri a HAH működés módját, különböző munkacsoportok vannak, amiknek mindig van egy rotálódó koordinátora, és arra is eleinte kifejezetten igyekeztünk figyelni, hogy kiegyenlítettek legyenek a nemi arányok. Azt gondolom, hogy ha van is ebben visszacsapás, akkor sokkal ilyen láthatatlanabb folyamatok zajlanak. Igen, mégis láthatatlanabbok, amit... Mindjárt rámeljük, hogy miért, de azért hadd nézzük a láthatóság felől. Igen, az látszik valóban, hogy úgy ősszel, meg pláne még tavaly, a tavalyi egyetemfoglalás idején sok lány volt, nekem most kipopóban vannak a lányok, azt tűnik a médiából. Igen, tehát hogy szerintem az történik most, hogy az egyetemfoglalás, akik úgy döntöttek, mikor bejöttek az egyetemre, hogy nem szeretnék, hogy ez egy HAH-s rendezvény legyen, ezért azóta mindig konzekvensen külön is megy a kommunikáció, például a Facebookon, az egyetemfoglalók külön page-en kommunikálnak, ami azt is jelenti, hogy van egyfajta eltolódás ebben, hogy az olyan ideológiai értékek, mint hogy például erre tudatosan figyelünk, ezek egy kicsit háttérbe tűnőek. Az egyetemfoglalás is van a HAH-ban, tehát most akkor köszönöm, de jó. Igen, ez egy komplikált kapcsolat, szóval, hogy az egyetemfoglalók, nagyrészt HAH-sok, de nem csak HAH-sok, az egyetemfoglalók azok, akik itt jelenleg az a épületben is vannak, és ők egy külön felületek kommunikálnak. És azért is gondolom, hogy van egyfajta elcsúszás ebben, hogy kevesebb a női nyilatkozó is például, mert én azt látom, hogy az egyetemfoglalás az egy olyan helyzet, ahol viszonylag magas az idői nyomás, viszonylag magas a külső nyomás, van egyfajta szorongás abban, hogy meddig maradhatunk, mi a következő lépésünk, de sokkal kevésbé struktúrált a helyzet. És én ezért azt látom, hogy ebből a struktúrátlanságból fakadóan jellemzően inkább visszanyúlunk azokhoz a hagyományos berögződésekhez, hogy inkább a férfiak nyilatkoznak. Kimosogat, tegyük. Ezt majd a Saci megmondja, hogy kimosogat, mert ezt talán jobban tudja, én nem vagyok itt minden nap, de minden esetre kevesebb férfi nyilatkozik, vagy kevesebb nő nyilatkozik, és kevesebb nő moderál. Ami ugye szintén a másik reprezentatív tevékenység ezeken a fórumokon, hogy aki a moderátor, az viszi a szót, az van középen, annál van a mikrofon, stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt a nyomásból fakadóan történt egyfajta visszacsúszás. De én ennek ellenére is azt gondolom, hogy azért, bocsánat az utolsó mondatom, hogy azért a diák mozgalom még így is a legprogresszívebb ebben a tekintetben. Habár megjegyzem, hogy amikor megismertük egymást, akkor tényleg lányok, fiúk, együtt nyomultatok, és most meg, tehát a külvilág felé több fiú látszik. Oké. Sári.
az egyetemfoglaláson mosogatnak a fiúk is. Szerintem ez nagyon fontos leszögezni, viszont a moderációban viszont tényleg látszik, hogy már talán nem olyan tudatos ez az egyenrangúsítás, nem is tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy tényleg, hogyha például keménykedni kell, mert nem tudom, jönnek a töriszakosok a fórumra, akkor egyből arról volt szó, hogy akkor most kell egy fiú, aki majd moderálni fog, tehát az szóba sem került, hogy valamelyik lány moderáljon esetleg. Tehát amikor például vitát gyakoroltunk, akkor volt arról szó, hogy jó, akkor most felváltva egy fiú, egy lány moderáljon, de egyébként sajnos tényleg a fiúk azok, akik a legtöbbször érintják a beszélgetéseket. És ez szerintem miért van így? Nem tudom, nem értem, nem tudom. De hogy másra kéne legyen, tehát hogy... Igen, én nagyon örülnék neki, hogyha sokkal inkább bátorítanak a többiek a lányokat is, hogy akkor moderáljanak ők. Tehát én most itt láttam a középiskolásokat, ott van a Bia, aki például nagyon jól moderál, és mégsem csinálta ideáig. Igen. Van a Hahának egy egyetemfoglalás, tehát egy szexizmus dossziéja, hát elég sovány szerintem, de jól nem idősítek, hogy nektek írtunk ebben valamit? Igen, a Bömbis eset, amit valami te már ismert, az velem történt meg egy szervezésen. Igen, hát amikor ugye a Nemzeti Nyomozóiroda idejött, és utána elmentünk tüntetni, tehát azon a napon történt az, hogy talán ilyen 8-10 megafonnal mentünk, és mondjuk így 8 volt fiúknál és 2 lányunknál, és pont be kellett volna mondani nagyon fontos valami technikai információt, és akkor előttem ment egy srác a megafonnal, viszont csak így fogta, tehát nem mondtam, mit kellett volna, akkor én megmondtam neki, hogy kérem, és elvettem tőle. És akkor nem tudtam egyből bekapcsolni, mire bekapcsoltam volna, addigra ő meg így visszarángatta a kezem, és megkérdezte, hogy bevállalom-e, hogy elvisznek a rendőrök, de meg sem várta a válaszomat, ami egyébként így kellett volna, és így ment tovább vele. És én úgy érzem, hogy ez többek között a nem elmestelen a korom miatt is történt meg velem, mert ő már egy egyetemet végzett srác volt, idősebb sokkal. A múlt heti Népszavában volt egy a diákvezetőkről egy cikk, talán többen olvastátok, és azt kérdezte az újságíró Zolani Molnár, hogy miért nincsenek a diákvezetők között lányok, és azt mondta, hogy volt diákvezető, hogy hogyan tárgyalna egy nő a DK-nal. És hogyan? Dénes. Egy férfi. Mondanám, hogy férfi válasz, de... nem hiszem, hogy ebben lenne különbség. Én igaz, hogy legalább 2 vagy 3 olyan jó moderáló nőt lehetne találni egy férfire ezekben a helyzetekben, ha elkezdenénk keresni, de hogy ezek annyira finoman működő mechanizmusaink, amikor itt szólnak, akár szexizmus kapcsán, akár a többivel, hogy előbb-utóbb annyira mélyen gyökerezőek, hogy az olyan progresszív szervezetekben is kitermelik a megfelelő viszonyokat, mint amilyen a Haha, ahol nem biztos, hogy kéne. Tehát ez mindkét nem számára egy odafigyelést igénylő történet, és valószínűleg mindig revideálni kell azokat a folyamatokat, amik ezek így kitermelődnek. Szerintem egy nő ugyanolyan, hanem jobban tudna akár tárgyalni a DK-nál, de szerintem nincs különbség. Visszatérve erre a szexizmus dosszi az egyetemfoglalás kapcsán, tehát vagy nincs úgy, minden rendben van, tehát ebben ilyen vicces dolog van, hogy valaki felhagyva hagyta a vécülőkét, valaki lehagyva hagyta, tehát van néhány fontos megjegyzés, van olyan valaki, aki elmondja, hogy amikor a médiában volt a fiúkkal, akkor hogy nem hagyták szóhoz jutni. Tehát van, tehát ezek a mechanizmusok, amikről itt beszélünk, azért érződnek, de nagyon szubtilis módon vannak, és inkább olyan vicc az egész, hogy miért? Hogy miért nem érzékelik a lányok, vagy mi van? Vagy nincs mit érzékelni? Én csak ezt tudom elmondani még egyszer, hogy mondom, van egyfajta nyomás, ami előhozza a hagyományos válaszokat, és szerintem, tehát hogy szerintem sincs abban különbség, hogy a napi teendőnket lányok vagy fiúk is végzik el. Tényleg a reprezentáltságban van különbség, hogy mennyire szólalnak fel a lányok, illetve mennyire önelnyomóak olyan értelemben, hogy végülis én nem egy lánytól hallottam azt mondani, hogy hát jó, de most a lányok között is vannak félénkek, meg a fiúk között is vannak félénkek, és hát ez így természetes, hogy akkor a magabiztos fiúk szólalnak fel. Szóval persze ezek ilyen szubtilis dolgok, és nyilván a Dénesnek meg abszolút igaza van, hogy ezt nem szabad hagyni, meg erre reflektálni kell. Csak hát ez egy extra effort, tehát extra erőfeszítés erre egy olyan
helyzetben reagálni, amikor, amikor mondjuk ide jön a nemzeti nyomozó irodalom, tényleg egy extra stressz. Vagy ide jönnek a, jön a hír, hogy jönnek foci drukkerek, agresszívak lenni, hát akkor nyilván ez egy olyan extra helyzet, amikor, amikor beindulnak ezek a hagyományos mechanizmusok, holott egyébként lehet, hogy egy női moderátor pont azért, mert ez összeegyeztetetlen az agresszióval, lehet, hogy adott esetben sokkal hatékonyabban kezelni a helyzetet, vagy én mondjuk így pszichológusként ezt gondolnám, de hogy mondom, a nyomásnak van egyfajta ilyen konzervatizmusra való. Menjünk vissza még a szexizmusra és a visszacsapásra, hogy van-e ilyen, amit nekem ugye többen mondtok így ebből a 20 éves generációból, hogy hát mi is megnézzük a seggüket, ma már mi is csak úgy beszélünk róla, mint egy darab húsról, tehát hogy tulajdonképpen nem azt mondták, hogy minden rendben van, de hogy, hogy, hogy tulajdonképpen azért ez már kiegyenlítette ez a dolog, ők is szexisták, és mi is jó vissza vágunk ezzel, hogy ez hogy, hogy van, hogy ez szerintetek így van-e, vagy? Igen, szerintem az én korosztályomban már abszolút megfigyelt egy ilyen tendencia, hogy kiegyensúlyozódott. Tehát, hogy igen, mi is megnézzük a fiúkat, és ők is megnéznek minket. Hát igen, csak hogy itt a hatalmi struktúrákról beszélünk, hogy, hogy Dénes, tovább nézzel be egy picit? Hát csak azt akartam mondani, hogy a szexizmus egy nagyon alattomosan működő mechanizmus, tehát hogy nem csak a klasszikus régi típusai élnek, amik egyértelműen kijelölték a nők helyét a világban, sőt még megmerészhették azt is maguknak, hogy azt mondták, hogy akár butábbak, mint a férfiak, ez volt a régi. A modern szexizmus az ennél már egy sokkal szofisztikáltabb valami, és a modern társadalmakat leginkább már maximálisan érinti, amelyik most abban a tényből fakad, hogy tagadja a szexizmusnak, vagy bármilyen egyenlőtlenségnek a létezését ebben a közegben. Úgyhogy mint ilyen maga működőképes mechanizmusként úgy jelenik meg, hogy ó, hát ez már nem probléma, dehogy nem. És akkor most gyorsan kérnék szépen a hallgatókat, hogy tényleg hátrányban vannak-e a nők? Tehát, hogy most evidenciaként beszélünk valamiről, hogy akkor hol, melyek azok a területek, még segítségként mondom, hogy ugye a bérezés az mindenképpen az tavalyi adat, hogy 20%-kal kevesebbet visznek haza a nők. Még a segédmunkásként nincs olyan nagy különbség, de minél magasabb a pozíció, annál nagyobb az orló. De hogy mi még ahol szerintetek itt tetten érhető ez a megkülönböztetés? Hát a tudományban egyértelműen, tehát a tudományos eredményességben, a sokféle mutatója szerint az, hogy hogyan vannak úgynevezett ilyen presztízzel rendelkező funkciókban a nők, tehát ahol magasabb kedvezményekkel, láthatósággal, nem tudom micsodával jár a feladat, mert ugye ez a diák vezérséggel is úgy van, hogy azért nincsenek nők a diák vezérek között, mert valakinek a munkát is el kell végeznie, és akkor az alsó szinteken a nagyon sok munkát, meg nagyon gyakran lányok végzik el, és ugye a nagyobb presztízsű, nagyobb láthatósággal, nyilatkozással, miniszterrel, tárgyalással, többivel járó dolgokat csinálják a fiúk, miközben a sokkal vegyesebb összetételű alsó szinteken meg dolgozik az apró nép. Tehát, hogy ebben az értelemben a láthatóság, ugye azok a típusú munkákban vannak nagy számban a nők, amelyeknek a presztízse kicsi. Tehát, hogy ez alapvetően a probléma szerintem nem az, hogy a nők másra képesek, meg a férfiak másra képesek, hanem hogy olyan a társadalom, hogy azokat a szakmákat, amelyekben a nők alapvetően jobban szeretik, sikeresebbek, stb. Azok alacsonyabb presztízzel társulnak. Tehát ez például azt gondolom, hogy egy szörnyű asszimetria. Mert ugye elő szoktak ezzel jönni, hogy de hát a férfiak meg a nők különböznek, és akkor ez természetes, hogy nem tudom, nem lesz be bányász, meg nem tudom micsoda. És tényleg az van, hogy ezt nem szabad összetéveszteni, nem az itt a lényeg, hogy ugyanolyanok, tehát nem ugyanolyanok, csak szeretnék, hogyha azonos jogaik lennének. Tehát a különbözőségekkel együtt, tehát másra vagyunk képesek, miért más... Miért van a számítógép külön szakon több fiú a matematika, a fizika szakon? Tehát hogy dől el az, hogy a fiú 80%-a inkább ebbe az irányba, a lányok a humántudományok irányába? Hát én ezt éppen most a szakirodalommal szórakoztattam ezügyben is magam, ilyen kognitív vizsgálatokkal, hogy a férfiak és a nők között mi
milyen létező, valós eltérések vannak. Ezek vannak kimérhető különböző statisztikai adatok alapján, hogy egyszerűen születés előtt, születés után nem sokkal kialakulnak bizonyos hormonális összetevőknek megfelelően, különböző dolgokban vagyunk jók. Tehát az egyértelmű, hogy a férfiak 3 éves korukban is jobban tudnak célba dobni, mint a nők 3 éves korukban, tehát nem szocializációs kérdés, nem azon múlik, hogy hogyan nevelték fel őket, és mennyit gyakorolták a célba dobást, tehát van köztük ilyen különbség. A matematika az egy kicsit, az is olyan, hogy matematikából az adatfeldolgozásban és a számolásban a nők jobbak. A probléma megoldásban a férfiak jobbak. Tehát nem úgy van, hogy a matematikában a jobbak valakik. Az, hogy miért nincsen, bocsánat, válasz, hogy miért nincsenek a számítógépes tanszéken sok lány, mert utána beindul ez a mechanizmus, hogy ki miben jó, kinek mitől vesszük el a kedvét. Egy kérdés még a Dénestől, és utána így a zajból ki fogjuk nyitni a vitát, hogy mások is kérdeztessenek, hogy ebben az egész szexizmusnak a fönntartásában van-e a férfiaknak felelőssége, vagy szerepe, vagy mi a szerepük pontosan, mert hogy ilyen férfi tudományokkal foglalkozol. És idehozom, hogy egyébként a már idézett washingtoni, tehát hogy a tanárok hogy viselkednek, a tanár nő és a férfiak is. Tehát a férfi és a női tanár is ugyanúgy különbséget tesz a kettő között. Ugye válaszolok a kérdésre, én még reflektálnék ezekre a nemi különbségek kategóriára, hogy igen, tehát hogy nagy számokat tekintve, ezek akkor vannak különbségek, de ezek mit jelentenek? Tehát nagyon kérdés, hogy ezek a hatásméretek, hogy két nem közötti különbség, ez mit jelent, az nagyon-nagyon számít. Mert hogy lehet, hogy 1 millió fős mintán van egy különbség, akkor jobban dolnak célba, de hogy ez a különbség ez mit is jelent, hogyha lefordítjuk a mindennapi történetekre? Tehát, hogy a nemeken belüli variancia az sokkal nagyobb, mint a nemek között. És ezért jobban számít, hogy azt mondjuk, hogy akkor vannak különbségek, és akkor ezek számítanak. Ja, vannak nagy mintákon, de hogy ez mondjuk a 0, nem tudom, hogy hányos eltérés, az meg mit jelent abban az adott helyzetben. A másik pedig, hogy igen, azt gondolom, hogy a férfeknek igenis van felelősségük abban, ezek a mechanizmusok működnek. Az én kutatásom, amiről olvastam, meg amiről foglalkozom, az nagyban azt implikálja, hogy mivel ez egy nagyon patriarchátus társadalomban élünk, férfi központú és férfi hatalmú, nem egy mechanizmus működtetünk, lásd, mint a szexizmust, amely státuszkod nagyon szeretné fenntartani, és ezt az egészet működtetni. Tehát, hogy van ebben a szerepünk, az más kérdés, hogy nagyon sok férfi nem veszi észre, hogy ennek a rendszernek a fenntartása rá is mennyire káros hatással van. És egy szűk csak... Mert milyen káros hatás? Azzal, hogy azok a nemi szerep elvárások, amivel egy férfi szembesül egy adott társadalomban, és most nem a szegény férfiakat akarom megvédeni azzal, hogy az ő elnyomás, saját maguk elnyomása is mennyire nehézséget okoz számukra, de nagyon sok férfi nem részese annak a hatalomnak, amiről beszélünk, egyéni szinten. De mégis csoport szinten, a nemek közötti szinten, mégis támogatja ennek a rendszernek a felmaradását, mert egy dolog biztos benne, hogy a nők fölött lesz hatalma, és ez valószínűleg sokat megér. Nem tudom, láttátok-e az egyik nagy portálnak a tanárelbocsátások elleni tiltakozós videóját, akkor körbefogta, és nagyon sok 80% lány volt, az Index volt az, és nagyon érdekes, hogy csak fiú megszólalók voltak, tehát úgy tűnt, mintha az látszott, hogy nagyon sok lány fogta körbe, és az összes megszólalt, tehát az egyetemről megszólalt két férfi, és az összes diák az fiú volt, ez nagyon érdekes, de ez már a médiáról szól. Vagy csak hadd tegyem hozzá, hogy hát ez nem csak a fiúk, vagy csak a lányok, hanem nyilvánvalóan mindannyiunk felelőssége. Tehát, hogy az a kérdés, hogy felállítunk-e olyan struktúrákat, amik biztosítják azt, hogy olyan helyzetekben is, amikor nagy a nyomás, kiegyenlítődő módon jutunk mindannyian szóhoz. A Cini jelentkezik. Igen, jó. Foglalkozom, hogy köszönöm, nem Cini. Bocsánat, és Kavás vagyok. Igen. És ehhez azt szeretném volna hozzátenni, hogy az Index videóban miért vannak csak fiúk, ez nem biztos, hogy csak az újságíró hibája. Tehát, hogy nagyon sokszor felmerül az, hogyha oda mennek egy lányhoz az újságíró, akkor egy lány nagyobb eséllyel mondja azt, hogy nem nyilatkozom, mert én azt látom magam körül, hogy sokkal kisebb az önbizalma egy lánynak. Hogy én ezt úgyse tudom, hogy én úgyse tudom jól elmondani, és majd a fiúk jobban elmondják. Tehát, hogyha az a végeredmény, hogy egy Index videóban kizárólag a fiú megszólalók vannak, az egyáltalán nem biztos, hogy feltétlenül az újságíró, vagy a szerkesztőnek a felelőssége kizárólag. De ezt aztán mehetne mégis, kereshetne addig, amíg talán lány megszólalók, és lehetne tudatos, de hogy ezért ez egy tök fontos szempont.
hogy a fiúk többnyire könnyebben és bátrabban nyilatkoznak. Hát ez az elvárás is velük. Tehát, hogy ki kell, hogy ez a semleges standard. Tehát, ami, ahol én itt ülök, ülök a semleges standard, olyan furcsa helyzetet teremt számomra is, hogy és kitelkett, hogy ez egy nagyon komoly interakció, nem csak a média felelőssége, de asszisztál történethez. Tehát ez a semleges standard kitermeli, azt mondja, hogy annak a férfinak kell ott állnia, aki a maga dominanciájával és a státuszhatalmával szimbolizál valamit. A mellé áll és az jelentőséget ad neki, és ha egy nő teszi adott esetben, akkor ez nem tűnik annyira komolynak, és azért aztán automatikusan kitermeli a folyamat azt, hogy egy férfi köré kezd állni alapvetően az összes nő, meg a média, meg az összes többi egyébként más férfi is. Szerintem akkor egyszerűen kérdezzetek, vagy szóljatok hozzá, aki tud hangosan, vagy aki nem... Én ebben nem értek egyet, ami az utóbb elhangzott. Tehát én azt gondolom, hogy igenis eddig. Tehát, hogy az nem úgy van, hogy az Index, most nem az Indexet, nem az Indexet bántjuk, de az nem úgy van, hogy az Index videó az bemutat úgy random 15 percet arról, hogy itt mi történt. Tehát igenis én azt gondolom, hogy addig kell keresni, amíg találunk olyat. És hogy itt pont arról van szó, meg így ez a feminizmus az pont arról szól, legalábbis az egyik szegmense, hogy így tisztában vagyunk azokkal avval a dimenziójának az életnek, hogy van egy ilyen férfi nő közötti, hát nem tudom, hierarchikus viszony, és erre megpróbálunk reflektálni. Tehát, hogy nem feltételezünk rossz szándékot a szerkesztőtől, vagy az operatőrtől, de pont az lenne az elvárás egy ilyen progresszív gondolkodású modern országban, hogy ez így benne legyen a szemléletünkben, amikor videókat készítünk, hogy legyen mondjuk 4-1 aránya megszólalók között. Tehát, hogy pont erről van szó, csak egy reflexió erre, hogy mondjuk ugye elhangzott, hogy az egyetemen mi van, hogy a Közép-Európa Egyetemen csak ki látta egy ilyen hírlevelet, hogy a szenátus hozott egy olyan határozatot, ilyen analógia erre, hogy amikor vannak tudományos rendezvények, tehát konferenciák, meg workshopok, vagy nem tudom, hogy nem kötelező, nem kvótáról van szó, de hogy törekedjenek már, ugyan legyenek kedvesek a szervezők arra, hogy a gender arányok azok úgy egy picit, tehát hogy legalább az a szemlélet legyen. Tehát hogy az valószínű, tehát hogy nem csak arra az, hogyha 4 tudós munkáját mutatjuk be, de még ketten kommentálnak, hogy elképzelhető, hogy azért van egy nő esetleg, aki hozzá tud szólni. Tehát lehet, hogy nem ő lesz a legnagyobb tudós, de elképzelhető, hogy mondjuk azért, ha 8 ember ül kint egy asztalnál, akkor lehet, hogy tud lenni 2-3 nő esetleg körülötte. És ez tök érdekes, hogy én személyszerűen mondjuk föl szoktam vetni, amikor mondjuk összeálltunk egy panelt, és így nagyon leszoktak füttyögni, hogy nem ahogy ez legyen most tényleg ez a szempont. Tehát, hogy ez egy tök érdekes dolog, és alapvetően nem rossz szándékú embereknek is ez a reakciója. Ide csatlakozik mindjárt oda, hogy nézzétek meg a Több jó nőt a közigazgatásba a videót, akit a héten találtunk, ez egy kormányzati propaganda, és arról szól, hogy több jó nő legyen a közigazgatásba, és én hostessként, tehát effektív, ilyen prostituáltak vagy valami, tehát hogy 4 nő szerepel benne, egy hostess, egy portás, és 2 ilyen bombanőszerű valami, és ilyen, de fiúk is megjelennek, és egy érdekes, hogy hozott egy kérdés. Bemutatkozom, Jó Mária vagyok, és itt tanítok a bölcsészkaron. Amikor ahhoz szeretnék csatlakozni, amikor az elején is kérdezted, hogy ezekre a szexista megjegyzésekre miért nem reagáltak külön, és akkor elmesélném, hogy itt a bölcsészkaron van jó néhány éve esélyegyenlőségi program, de véletlenül sem merült fel a női-férfi esélyegyenlőség kérdése. Minden más. Tehát a karon ez egy ilyen mellékes szempont, vannak fontosabb ügyek. Úgyhogy akkor a CEON azért van, mert ők ezt tehát ilyen szabálynak tartják, nálunk pedig megvigyálják. De azért azt még, hogy nem vagyunk olyan rosszak, ahhoz hozzátenném, hogy azért a bölcsészkaron jó néhányan, hát mondjuk 10-15 éve mindenféle szakok keretén belül a gender témát tanítjuk, előadás, szeminárium, de persze ez csak néhány szakon van. 3-4 mondjuk, de minimum 10 éve. Hát kevés eredménnyel sajnos azt kellett. Bocsánat, csak ehhez szeretnék kapcsolni, mert felmerült, hogy miért nincsenek ilyen szervezetek, hogy hozzunk létre ilyen, nem tudom, női szervezetet.
és pont erről jutott eszembe, amit a Mária mondott, hogy én is a mi tanszékünkön tartok ilyen feminizmus, meg feminista filmelmélet típusú órákat, és azért nagyon jótékonyan az egyik kollégám, amikor már szintem ilyen x éve tartottam az ilyen órákat, meg szakszemináriumot, akkor egy ilyen jótékonyan így figyelmeztetett engem, hogy azért vigyázzak arra, hogy nehogy beleszóluljak ebbe a dologba, mert az tudományosan nem fogja nagyon jól kivenni magát, hogy én így ezzel foglalkozom, és hogy az olyan visszatetszést fog kelteni, és hogy szerintem én vigyázzak azért ezzel, hogy legyen egy ilyen arány, hogy ne csak ezzel foglalkozzak, mert akkor annak nem lesz jó vége, tudományos előmenetelen tekintetében. Én a Jó Máriához hadd kérdezzek meg, hogy neked mi a tapasztalatod a Terészhez képest, hogy ezzel az előrejutással kapcsolatban egy ilyen férfi közegben, vagy... Fölállott inkább, hogy teljesen, és mivel én idősebb vagyok, mint a Teréze, már több évtizedet tapasztalom ezeket a szubtilis mechanizmusokat, és éppen most nemrég egy konferencián erről tartottam egy előadást, és ilyen műkedvelő antropológusként kicsit sorra vettem a tanszéki élet, kollégák egymás között, kávézás közben, a folyosó, hogy hogyan kommunikálunk egymással, férfiak és nők, tanárok között, és teljesen ilyen, tényleg a férfi-nő kommunikációban teljesen öntudatlanul az egy általános szabály, hogy körben állunk négyen-öten férfiak, tehát vegyesen, tanszéki folyosón, kollégák, és amikor az X kollégának van valami férfi, valami problémája, hogy te mit gondolsz, hogy a Hume garantáltan, hogy a másik férfi kollégához intézi a kérdést, még akkor is, ha tudja, hogy az ott álló nő az Hume-hoz nagyon ér. Tehát, és akkor ez egy kommunikációs aktus, amikor folyosóan mondjuk hozzáfordulnak női oktatókhoz, akkor a legtöbb esetben azt mondják, hogy jaj, de csinos vagy ma, mi van a lányoddal, hogy van? És akkor ez hosszú évtizedek alapján az ember így valamikor elkezd ezen gondolkodni, hogy érdekes, hát azt hiszem, hogy filozófia tanszéken vagyok, mert én is csinálok már mindenfélét, és akkor velem, itten folyosón, mindig arról beszélnek, hogy milyen jól nézek ki, van meg a lányom, biztos nagyon okos, ügyes, mert tényleg az egyébként. De, szóval, hogy én nem lehet velem arról beszélgetni ilyen kollégák egymás között, és itt volt a, mindjárt vagyok, hogy itt volt a Szabad Egyetem, amit az OVA rendezett, és akkor is ott elgurant az agyam, amikor az X-edik férfi kollega fordul a férfi előadóhoz, és ilyen intim viszonyt létesít vele, szemkontaktus, de Gábor, nem gondolod, hogy? És ez mindig csak férfiak közötti ilyen kommunikációs, komolyan veszem, odafordulok, a nők felett elsiklanak. Itt konferenciákon is, ez van tudományos konferenciákon, a női hozzászólások ugye eltűnnek, elsiklanak, amikor a pasik a másik pasi hozzászólását viszik tovább. És akkor konkrétan ez hogyan változhat szerinted? Vagy, mert akkor ebből a következő kérdésem az lett volna, amikor látszál valami generációs különbséget, de akkor nem vagy nagyon bizakodó. És ez hogyan változhat? Mert azért nyugatra mégis változott. Igen. Hát a Terézzel összeraktuk, hogy mit lehet ilyenkor tenni, és akkor én azt mondtam, hogy hát én mondjuk úgy 5 évente kiborulok, és akkor szóvá teszem, ő nagy sértődés van. Ilyenkor mit mondasz? Hát, hogy te, Imre, nem veszed észre, hogy a fejem fölött beszéltek ketten arról, amihez én is értek, mintha ott se lennék. Őrületesen megsértődik a kollega, mert ő úgy tudja magáról, hogy ő egy egyenlőség párti, és ő szereti a nőket, meg engem különösen kedvel, és akkor én azt mondom neki, hogy te nem vagy egyenlőség párti, mert negligálsz engem, garantálta haragszik rám évekig, és aztán, hogy én egy ilyen undok feminista sárkány vagyok, mondjuk azt, hogy nem mondja szembe, az csak esetleg a kollégák között sörözés közben derül ki rólam, szóval
igazából a Teréz azt mondja, hogy ő mindig szóvá teszi ezeket a helyzeteket. Hát én meg úgy 5 évente, valószínűleg többet kéne szóvá tenni, vagy állandóan kikérni, hogy te nem már a fejem fölött tudományról, én is tudomány, nem csak jó anya, meg jó nő esetlegesen. Nem, csak azt hiszem, hogy nem csak ez kell hozzá, tehát hogy ez egyik oldalon nagyon jó a kikérés, de hogy mivel nem ott van a hatalom, nekem az érzésem, hogy ez így nem nagyon működik, tehát hogy itt minden ilyen történt, de volt két férfi is, akik egyébként az egyikükben nem ért a témához, alapvetően azt gondolta, hogy ért hozzá, eszébe se jutott oda fordulni a másikhoz, tehát hogy ezekben az interakciókban van egy cinkosság, azért nagyon erősen, és azt gondolom, hogy ez például egy jó mellett ilyen helyzeteket tud teremteni, hogy ilyenkor nem leszek cinkos, tehát hogy el lehet fordulni a másik férfi mellett, és akkor nem megteremteni ezt a szituációt, amiben ezek így nagyjából automatikusan működnek. Egyébként mi történik azzal a nővel, aki valahogy aztán próbálta a terjesztő, és aki átverekszi magát, tehát az mennyire van agresszívnak, hogy annak milyen az... Most egyébként mondom nektek egy példát, Hoffmann Rózsa, amit ugye megnéztek, az igazából nem egy tipikus női szerep, egy harcos, egy agresszív, tudta, mit akar. Bocsánat, de mi a kérdés? Hogy mit? Hogy akarunk-e Hoffmann Rózsa lenni? Nem, hogy lehet megtörni ez a nőkkel szemben elvált dolgot, és mint én ellenpéldő jutott eszembe ő, hogyha a magyar politikai életet megnézett, akkor van ez a Németné, a nevű miniszter, akinek ugye nem is tudjuk, mi a keresztneve. Hát szerintem az a baj, hogy ebben a közegben, hogyha ezt valaki végrehajtja, akkor egy erőszakos hárpia lesz mindenképpen. Tehát annak fogják tekinteni, és annak fog tűnni. Mert egyszerűen, hogyha senki, sehol, a közelben sincs még egy nő, és akkor mindegy, hogy jutott oda, vagy hogy viselkedik, az úgy fog tűnni, hogy egy olyan nő, aki a 365 parlamenti képviselő mellett oda jutott egy ilyen pozícióba, az vagy egy olyan báb, akit oda raktak és majd mozgatják hátulról, vagy pedig egy olyan hárpia, annak olyan sajtója lesz szerintem, hogy szétszed is, ha nem tudod, nem emlékszem igazából egy ilyen pozitív politikus nőképre a magyar politikában az utóbbi időben, lehet, hogy van, de nem emlékszem. Hát igen, az a veszély fenyeget ilyenkor a nőket, ha sokkal dominánsabbnak észlelik őket, mint ugyanígy viselkedő férfi társukat, pont a mai napon Kovács Mónika PhD óráján olvastuk a vonatkozó kúrens szakirodalmat. Úgyhogy pontosan ez történik. Én mondjuk azt gondolom, hogy ezt gondolnám taktikusnak, hogy érdemes vigyázni ezzel, hogy az ember mennyire kéri ezt így folyamatosan számon, és mennyire személyeskedő módon kéri számon, mert nyilvánvalóan minden identitás vagy énkép fenyegetés az ellenállást fog szülni. Tehát, hogyha nagyon betámadom a férfi kollégámat azzal, hogy már pedig ő hogy viselkedik, és ő ettől rögtön megbántva érzi magát, és azt mondja, hát én imádom a nőket, Katikám, akkor nyilvánvalóan nem fogja meghallani az üzenetet, és ellenálló lesz ezzel az egésszel kapcsolatban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amilyen szubtilisan működnek ezek a folyamatok, szinte olyan szubtilisan kell visszavágni ebben. Tehát, hogy nagyon, szerintem tényleg vigyázni kell ezzel, vagy ilyen, hogy is mondjam, fifikásnak kell lenni ebben, mint sem konkrétan rögtön szembesíteni, mert akkor jön ez a visszacsapás, hogy akkor jön ezek a domináns, arrogáns szörnyűség. Mint a Dénesre nézel, amikor befejezd a mondatot. Mindegy. Azért, mert vele volt már az órám, és mindig vágyom, hogy így. Szerintem akkor még adnám, hogyha vannak jelentkezők. Juhász Borbál, a Női Érdek Szövetség, mi vagyunk a társszervezői, ez egy ernyő szervezet, és az a mi hálás feladatunk, hogy mi a magyar politikusokat próbáljuk meggyőzni arról, hogy nőbarát intézkedéseket hozzanak, és a mi ernyő szervezetünknek, az Európai Női Lobbynak meg az a feladata, hogy az európai parlamenti képviselőket próbálja erről győzködni. És azt szeretném elmondani, hogy szerintem a szexizmus az, itt kölcsönös szexizmus nem egy modern jelenség, mert ha valaki a népdalokra gondol, azok tele vannak szexizmussal és szexszel, tehát ott is megnézték a fiatal lányok, a férfiak fenekét is hordítva.
hanem a gond ott van, amikor ez egy hatalmi struktúrává alakul, ami persze a férfiak érdekében áll, hogy ez így legyen, hogy helyre tegyék a nőket és a helyükön is tartsák, aminek meg van a társadalmi hatása. Akkor mégis azt kérdezem, hogy miért van az, hogy egészen nagyszerűen működő országok úgy döntöttek, sőt a mi nagy főnökünk, az Európai Unió is úgy döntött, hogy bizonyos szintereken a kvótát alkalmazza, hogy a nőket megfelelő arányban a hatalom közelébe engedje. Most már a gazdasági kvótáról is szó van, tehát erről szavaznak nők és férfiak az Európai Parlamentben is. Mi kormányoknak is dönteni kell arról, hogy ezt megszavazza például. Tehát én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a pszichológia meg mások mellett, ezek társadalmi politikai kérdések, és vannak bizonyos politikai, közpolitikai technikák, amivel elő lehet segíteni, hogy változzon a nők és a férfiak az egyenlőtlen helyzete, mert hogy ez gazdaságilag egyszerűen tarthatatlan, emberjogilag is tarthatatlan. És szeretném még elmondani, hogy az egyik tagszervezetünk a Nők a Tudományban most tartott egy nagyszerű bemutatót, NATE, úgy hívják őket, Girls Day, lányok napja, ez egy olyan kezdeményezés, hogy elvigyenek fiatal lányokat, gimnazista lányokat üzemekbe például, hogy esetleg más szakmát is válasszanak. Itt most kifejezetten az IT technológiáról volt szó, hogy csak 20%-ban szerepelnek a lányok. És itt nem magyarázták ők biológiai, meg agytudományi különbségekkel, hanem egyszerűen ez egy országnak nem jó, hogyha kevés lány megy el informatikusnak, és ezért például Németország, ami mondjuk gazdaságilag nem egy nagyon szar helyzetben levő ország, úgy döntött, hogy éveken keresztül bevezeti ezt a német gimnáziumokban, hogy a lányokat megpróbálja rávenni arra, hogy menjenek műszaki pályákra. Köszönjük szépen! Ott egy fiú volt mögöttek kettőben. Sziasztok, én is a hallgatói hálózatban vagyok, hogy bent tartoznak, és nagyon jó volt szerintem, hogy erről elkezdtünk beszélgetni, mert én szoktam egyébként is a témáról gondolkodni, most több dologhoz is hozzászólnék, hogyha lehet. Először egy elég csúnya dolgot fogok mondani a listával kapcsolatban, hogy ez nekem is részben így jött át, és sok emberrel beszélgettem, és ők is azt gondolták, hogy a szexista része ennek a listának az mintha életszerűvé tette volna. Tehát, hogy én például arra gondoltam, hogy ha valaki hamisítani akarna egy ilyen listát, akkor valószínűleg a zsidózást, meg a cigányozást és egyéb dolgokat beleírná, de hogy ez a szexizmus, ez valami olyan, ami annyira életszerű, hogy ezt biztos, hogy nem hamisította valaki így meg azt a listát. Ez valószínűleg nem egy szép gondolat, de ez több embernek is, vagy több emberrel, akivel beszéltem, ők is azt mondták, hogy hát ilyet ki nem találni, hogy baszti való egyiptológus, ilyet biztos, hogy nem talál ki egy hamisító. Tényleg nagyon szép lány egyébként. Nem néztem utána. Szélséges, hogy nyert a lány. Hát, jó, igen. A második dolog az részben egy kérdés is, hogy ha megnézzük azért, tehát én látok egy olyan tendenciát, hogy az olyan szervezetek, aminél konkrétan formális pozíciók vannak, tehát például ha a hallgatókat nézzük, akkor a HH-val szemben a HÖOK, ott azért a vezető helyeken igen nagy, tehát hogy gyakorlatilag csak férfiak vannak, azt hiszem, hogy a HÖOK elnökségében és az ELTE BTK HÖOK elnökségében is csak férfiak vannak még ma is, és akkor is azok voltak, amikor a lista készült. Hogy szerintetek az jelenthet egy elmozdulást a szexizmus felől, hogyha nincsenek ilyen formális pozíciók, vagy akkor csak inkább elfedjük ezt az egészet azzal, hogy ezek a szubtilis megkülönböztetések érvényesülnek. És a harmadik dolog, az pedig szerintem ez egy ilyen nehézség, tehát hogy én amikor, bár nem mindig figyelek erre, de néha próbálok figyelni erre a dologra, és hogy ez szerintem nagyon nehéz, mert hogy akkor azon kezdesz el gondolkozni, hogy most direkt azért hagyok, vagy azért nem szólok közben annyira vehemensen, hogy a lányok is érvényesüljenek, akkor lehet, hogy az is egy megkülönböztetés. Tehát, hogy ezzel már önmagával ezzel az odafigyeléssel is működtetek egy megkülönböztetést, meg egy nagyon sok nehézség van ebben szerintem, hogyha egy fiú akar erre odafigyelni, tehát hogy a kézfogásnál is ilyen iszonyú
furcsa helyzetekbe lehet kerülni, hogy akkor azon lepődnek meg, hogy én fiúként akarok kezet fogni, de valaki azon, hogy nem akarok kezet fogni. Tehát, hogy ezeket a szubtilis dolgokat szerintem annyira nehéz kezelni, hogy nem is tudom, hogy erre hogy lehetne megoldást találni, mert hogy nyilvánvalóan vannak olyan nők, akik pedig ezt nem igénylik, és ők meg azon lepődnek meg, hogyha úgy viselkedek velük, vagy ne, hogy nem mint nőként viselkedek velük. Még hagyd kérdezzük, Szilárdban, hogy egyébként, mint hahásfiú, te hogy látod a generációdnak a hozzáállását ehhez a témához? Tehát ez most mennyire a te saját elbizonytalanodás, amire majd itt válaszolunk, vagy nem tudom valaki, és mennyire, tehát hogy a többiek hogy látják ezt a kérdést? Tehát te vagy most a hahásfiú itt a teremben. Ez is a másik elmond. Hát, nem tudom, igazából én nem voltam ott a kezdeteknél, tehát hogy én ebben nagyon tudatosan tervező korszakban már nem, akkor még nem kapcsolódtam bele, és igazság szerint amielőtt ez a téma egyáltalán felmerült, hogy lesz ez a beszélgetés, meg ez a Google dokumentum a neten, azelőtt szerintem olyan nagyon gyakran nem került szóba, inkább csak ilyen viccelődés szintjén, tehát hogy például amikor mi koordinátorokat választottunk a mi munkacsoportunkba, akkor egy fiú és egy lány lett megválasztva, és akkor, tehát hogy tényleg ilyen poénként jött ez, hogy akkor, de ki lesz mégiscsak kettőjük közül a vezető, tehát hogy mi inkább ezt előfeltételeztük volna azt, hogy nyilván egy ilyen rangok lesznek, és tehát hogy szerintem az alapvető gondolkodás az a hahában eléggé rendben van a téren, az egyetemfoglalás alatt valóban voltak olyan megnyilvánulások, amik nem ebbe az irányba mutatnak, de hogy ilyen, ez a szubtilis dolog, ez biztos, hogy működik, még azoknál is, akik egyébként elfben teljesen nyitottan állnak a kérdésre. Köszi. Legyen úgy, hogy válaszoltok a Dénes felvetésre, és akkor az Andrea. Én is várt. Ja. Te is várt? Én ezt Szilárdnak szeretném majd Szilárd, válaszolni. Csak a mikrofonban. Jó. Szóval arra szeretnék reagálni, hogy minden ebben van. Én egy kicsit aggódom, méghozzá azért, mert az elejétől benne vagyok a halálban, és az elején sokkal-sokkal több lány volt, látható szerepben. És ami most kialakult az értelmfoglalásom, nagyon-nagyon érdekes, hogy a tárgyaló delegációkban, mind a HÖOK-kal való tárgyaló delegációban, mind a DK-nál való tárgyaló delegációban nem kerültek lányok, vagy egy-kettő. Tehát, hogy sokkal-sokkal nagyobb arányban voltak fiúk, és a nyilatkozók között is sokkal nagyobb arányban voltak fiúk. És ennek szerintem a fő oka az az, hogy önkéntesen választódnak ki ezek a csoportok, tehát hogy ezekre a pozíciókra az emberek ugye maguktól jelentkeznek, és azt gondolom, hogy ezek tipikusan olyan pozíciók és olyan szerepek, amihez bátorság kell és önbizalom. És hogy tényleg az a helyzet, hogy egész egyszerűen a fiúk jobban bíznak abban, hogy ők bátrak, és jobban bíznak abban, hogy ők erre a szerepre alkalmasabbak, és ezt lányként én is így gondolom, és ez benne az igazán durva, hogy amikor arról van szó, hogy ki menjen tárgyalni, akkor a legelején én tartottam a HÖOK-kal a kapcsolatot, és én azt kértem, hogy legyen mellettem három másik fiú. Mert nekem két nagy ágyúval kell tárgyalnom, és én magamban sem bíztam soha annyira, hogy ezt én nőként ezt tudjam vinni. És hogy a kérdésem ezzel kapcsolatban Déneshez, Terészhez, vagy akárkihez, hogy hogyan tehetjük bátrabbá a nőket, mert hogy szerintem így erről van szó, hogy én nőként azt mondom, hogy én megyek, és bevállalom, hogy a Márton hát de nekem, igen, tehát hogy pont ezt akarom mondani, és a részben Szilárdnak is, hogy te egymagad nem fogod ezt tudni megoldani, hogyha csak te gondolkodsz azon, hogy kit mivel sértesz meg, tehát hogyha ugye a közeg nem változik meg, hogyha a lányok is például nem érzik úgy a tömegben, vagy a többiek között, hogy igenis ők képesek erre. Tehát az a baj, hogy ezt mindenkinek, vagy egyre több embernek kell ebben részt vennie, hogy megváltozzon a kontextus. Sajnos, ha csak egy valaki, vagy ketten, vagy 15-en csinálják ezt, egyedül nagyon nehéz. Tehát ezzel a tipikusan az egy fecske nem fog, ebben a dologban biztos, hogy nem fog nyarat csinálni, mert hogyha valaki csak egymaga görcsöl azon, hogy kicentízze, hogy mivel nem sérti meg a másikat, és nincs ennek a társadalomban egyfajta automatizmussal vagy működésmódja, akkor nehéz. Tehát igen, az óvodától kezdve kellene ezeknek a dolgoknak működnie. Van egy hozzászólás hasonló? Én gyakorlatilag ugyanezt szerintem volna mondani, hogy magunkat úgy tenni, hogy bátrabban, hogy tudatosan figyelünk erre, és szembenézünk a tükörrel, és azt mondjuk, hogy én is tudok szónokolni.
viszont az óvodában kell kezdeni, sőt, már a bölcsödében el kell kezdeni. És nem kell megveregetni a kisfiúknak a hátát, amikor fölmásznak a mászatára, és a kislánynak azt mondani, hogy menjél a babaházba, hanem kell hagyni szabadon őket, és bátorítani mindenféle szerepben. Köszönjük. Most a Dénes azért egy csomó bizonytalan kérdést tett föl. Te a cili választ kaptál valamennyire erre vagy? Hát Mária esetleg valami jó tanács erre, hogy hogy lehet így, mit lehet csinálni? Teljes tanácsvalóság, mindenki gondolni. Nekem az jutott eszembe, hogy nagyon felmerülési választ jutott eszembe, hogy elég bátornak tűnsz, úgyhogy csináld. Szóval, hogy így... Ő nem magáról beszél, mint össze van. Azt mondom, hogy just do it. Tehát, hogy ez így nem egyéni szinten nagyjából ez, ami működik, nem nagyon lehet erről. És a csoport szinten meg arról, mert szó volt arról, hogy egyedül nem megy. Tehát akkor ezt többen is közösen kell csinálni, és akkor ez oké. Okay. És akkor tényleg ez a fontos, hogy az elején ez a csak csinálni, mert azok a srácok, akiket én végignéztem a hahába, hogy nyilatkoztak az elején, meg hogy nyilatkoztak most, hát profik lettek közben, mert csinálják. És az elején ők se voltak jók, és most meg jók, de így csak ők lesznek jók, mert ők csinálják. Tehát, hogy az, hogy oda kell küldeni mindig a lányokat, vagy nem tudom, tehát az elején mondani kell, hogy menjenek, gyakorolják, mert ugyanolyan jók lennének ők is többen, hogyha többet csinálták volna. Tehát most nagyon szépen lehetett látni ezt a fejlődést, hogy ugyanolyan szinten voltak az elején a lányok meg a fiúk, és most a fiúk már néha jobbak, mert többet szerepelnek. Én nekem egy, nem mondom, hogy ez megoldás, csak egy javaslat, hogy egyrészt, hogy a szubtilis az egy jó megközelítési pont, meg hogy az irónia, a humor. Tehát van egy, és erre van egy stratégia, ez az ilyen kifordítós dolog, tehát van egy nagyszerű oldal, ezt mind nem mulasztok el alkalmat, semmi közöm hozzá, hogy reklámozzam, ez a pinámkivan.hu, ez azt csinálja, hogy így kifordítjuk, hogy ezeket a nemi szerepeket. És akkor például nagyon erős megnézni, sajnos nem frissül elég jó, de hogy mit megnézzük a kormány népsorát. Tehát Orbán Viktória miniszterelnök, Navracsics Tímea, nem tudom, közigazgatási rész, és akkor attól úgy valahogy rögtön úgy szembesülünk ezekkel a nemi szerepekkel. És hát nyilván, ahol egy ilyen hierarchikus viszony van, ez kevésbé megy, hogy jaj, hát Szilvia milyen csinos vagy ma, a professzor úrnak is nagyon jól áll ez az ing. Ezt ugye nyilván nem csinálja meg, a tanszékvezetőben, de akkor nincsenek ilyen hierarchikus viszonyok, akkor például ez mehet, és azért eléggé. Tehát azt gondolom, hogyha valaki mond egy ilyet, hogy jaj, de csinos vagy ma, és visszakapja azt mondjuk egy ilyen középkorú férfi, hogy hát magának is jól áll ez az ing, akkor azt lehet, hogy ez azért be fog vésülni, és nem biztos, hogy megismétlődik egy ideig. Nyugodtan, valamit. Igen, és Féder Maja Éva vagyok, és az angol amerikai intézetben tanítok. Tehát az angol-amerikai intézetben tanítok amerikanisztikán is, már a 90-es évek második fele óta foglalkozom, sőt tanítom is a feminizmusokat, legalábbis a kultúrában, illetve főleg a kultúra elméletekben, irodalom elméletben. Szeretném csak egy kicsikét negatívabbra festeni azt a helyzetet, ami tapasztalati anyagra vezethető vissza, és visszatérni ahhoz a szóhoz, amit gyakran hallok most emlegetni, a szubtilist. A szegedi, meg az ELTÉS szemináriumomban is most olyan irodalom elméleti szemináriumot tartok, amelyben végignézzük az angol-amerikai feminizmus nagy szövegeit. Most tartunk a 70-es éveknél, biztos sokaknak nem hangzik ismeretlenül a Shulamit Firestone, vagy a Kate Millett, vagy a Jane Tompkins neve. Hát ők voltak ugye az előrs a 70-es években, és ezektől olvasunk szövegeket. Ilyen például a Sexual Politics című alapmű 71-ben jelent meg. És a legborzasztóbb felfedezés számomra az volt, hogy a hallgatók az ELTÉ-n is és a Szegedi Egyetemen is egyhangúan azt mondták, hogy itt sem vagyunk még Magyarországon, hogy mindezt megfogalmazzuk, amit tehát a Kate Millett megfogalmazott. Tehát én úgy értelmezem a hallgatóimnak, hát saját tapasztalati anyagok alapján, hogy itt még a szubtilitás szintjét sem értük el a nemi egyenlőtlenségek tekintetében. Ez az egyik hozzászólásom. A másik pedig az, hogy illetve része a hozzászólásomnak, másik pedig az, hogy szeretném az egyik nagyon jó
meglátását idézni az egyik hallgatómnak, ez egy szegedi hallgatóm volt, aki a Szexuális politika című mű kapcsán jegyezte meg, és némileg azt hiszem kapcsolódik ahhoz, amit itt hallunk, tehát hogy hogyan lehet önbizalomhoz, látottsághoz, hanghoz hozzájuttatni lányokat, fiatal nőket. Azt mondta ez a fiatal hallgató, tehát nő, lány, hogy de hiszen a fiúkat, a férfiakat már száz évek óta, vagy több ezer éve tanítja az a patriarchátus, ami elég ismeretanyaghoz, elég tapasztalati anyaghoz, elég bátorsághoz juttatta, ennél fogva valóban strukturálisan, szervezett formában, esetleg tanfolyamok formájában kellene a lányokat hozzájuttatni, most jóstarpalóval, mindazokhoz az erőforrásokhoz, amelyekkel a férfiak nagy része, elvárás szinten legalábbis, több száz évvel rendelkezik. És nagyon örültem, hogy ezt a hallgató így megfogalmazta, és örülök, hogy ezt elmondhattam itt. Köszönjük szépen. Én a Szilárdra nem akartok reagálni, mert azért ott megválasztottam, hogy maradt. Ugye az volt a kérdés, hogy Szilárd, hogy ha nincsenek vezetői egy mozgalomnak, akkor milyen helyzet? Hát én azt gondolom, hogy tehát jobb a helyzet, csak akkor lesz, hogyha de strukturális válaszaink vannak erre. Szóval, hogy például a Város Mindenki hajléktalan érdekérvényesítő csoport, amelyben egyaránt dolgoznak hajléktalan emberek és a szövetségeseik, akik nem hajléktalanok, ott az együttes munkát, vagy a tévében való szereplést nyilvánvalóan, hogyha nem figyelnének erre, elvinné az, hogy azok beszélnének a tévében, azok adnának interjút, azok végeznék a látványos munkát, akik középosztálybeliek. És nekik erre nagyon komoly strukturális válaszaik vannak arra, hogy hogyan szervezik a saját belső munkájukat, ki hogyan ad interjút, hogyan készítik fel a szövetségesek a hajléktalan embertársaikat. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez azért működik annyira szuperül. Például olyan módon is, hogy nem felszólal, nem jelentkezési sorrendben szólítják fel egymást a fórumaikon, hanem kifejezetten figyelnek arra, hogy aki általában nem szokott hozzászólni, vagy már nagyon régen nem szólt hozzá, az előbb kerül a sorrendben. Szóval én azt gondolom, hogy szexizmus témakörben is az lesz majd az adott válasz, ami nem fogja hozni ezt az egyéni ellenállást, vagy azt az egyéni támadási felületet, amit adhat, hogyha egyenként kérjük számon férfi vagy női társunkat, hogyha szexista, hogyha erre strukturális válaszaink vannak. Megjegyzem, ez a bizonyos beszélgetésen a szexizmusról, ezt valaki pont a Misetics Bálint felvetette, hogy oda kéne figyelni és erre struktúrákat kitalálni, és inkább ellenállásba ütközött, mint sem elfogadásba. Hát azt írta valaki, hogy őt megijeszti ez a tendencia, vagy ilyesmi. Kérdések? Továbbá? Addig mondom, hogy én a Sáritól és a Katától kérdezném, hogy ti mondjuk tanároktól nem tapasztaltátok, hogy máshogy kezelnek titeket azért, mert nők vagytok? Akár értékelésben, akár feladatokban, visszajelzésben. Szerintem csak azt figyeltem meg, hogy amikor egészen kicsi vagyunk, tehát még az általános iskolában, akkor a fiúknak jobban elnézik azt, hogyha rosszalkodnak, beszélgetnek az órán. Aztán pedig szerintem így a kiskamaszkorban érzékelt egy ilyen változás, és akkor a lányoknak nézik el azt, hogyha felcserélszer. Én csak ezt tudom mondani. Hát én most a pszichológián nem nyilvánvalóan, mert hogy iszonyatos többségben vannak a nők, ami nekem most áthatja a mindennapjaimat, az a fiatalságból fakadó hátrányos megkülönböztetés. Szintén egy formája ennek, hogy mennyire veszik komolyan, amit mondasz, hogyha 50 kiló vagy és kicsi vékony hangod van. Én azt gondolom, én mindent látom, tehát hogy ez a furcsa, hogy ha csak végigmegyek a bármelyik karnak a hirdető falai mellett, és megnézem a bújra imitáló plakátok tömegét, az nagyjából lefedi, hogy miről van szó. Tehát
ezeket a hők hagyja jóvá egyébként, tehát ezért nem csodálkozom a kérdéskörön, de hogy én még nem láttam olyan értelmiségi vitaestet sem kérdetni, mint egy mesztelen nőképe lett volna, vagy legalább kettőnk. Úgyhogy ha az a kérdés, hogy az egyetemen hol és mennyiszor találkozom vele, akkor mindenhányszor nem megyek a büfébe, mert éhes vagyok, akkor mindig találkozom ezzel a történettel, tehát hogy igen, szóval ott van a... és ugye ez meg ilyen értelemben azt mondom, hogy talán minden diák felelőssége is, ha már működünk, hogy ezeket a szóint elmenjünk mellettük, de azért minden nap ott ivódnak a szemünkbe, hogy nagyjából utána bulin meg ki kell fogunk találkozni, és hogy mit lesznek az elvárásaink, ha ez a felhívó plakátunk. Kérdés, hozzászólás? Ez több praktikus kérdés lesz, hogy amikor ilyen viszonylag kirívó szexizmust tapasztalok, akkor mondjuk, ha így én is benne vagyok a szituációban, vagy konkrétan, hogy tőlem várnak le az ilyen férfias viselkedés, akkor azt így szóval szoktam tenni, de az viszont elég nagy dilemma, hogyha mondjuk főleg, hogy ismerős lányoknál látom azt, hogy ezt, ők megerősítik ezt a dolgot, hogy szerintetek az ilyenkor mit, tehát hogy ilyenkor azt én szóval tettem-e, hogy miért csinálod ezt, és... Mondd egy példát. Hát nem tudom, például akár ilyen bulizás előtti beszélgetések szoktak szerint. Tehát nem tudok szó szerinti példát mondani, de hogy mégiscsak úgy lehet érezni, hogy ők most arra várnak, hogy a férfiak majd úgy letámadják őket a helyen. Tehát, hogy nincs így kimondva, de hogy ezt lehet érezni, hogy ezt én, mint akinek igazából sok köze nincs a dologhoz, ezt így szóvá lehet-e tenni, vagy nem? Egyébként nem szoktam, csak hogy ez ilyen néha ilyen dilemmát okoz. Hogy érzed? Rá lehet-e szólni a lányokra, hogy legyél már feminista? Igen. Ez. Szívesen egy feministán viselkedni? Igen, ez a kérdés. Én nem tudom, ezen én még sose gondolkodtam, de ez egy jó kérdés. De ez egy én üzenetből, ahogy mondani szokták, megfogalmazható, hogy neked ez mi a gond, hogy ezt a műszert, hogy érzed, hogy ez hogy működik a dolog. Felszólít ezt, hogy sose jó, tehát neked felszólít, hogy téged, hogy ne legyél férfi, vagy legyél férfi, ez legalább egy olyan rossz történet, ha kapsz egy utasítást, hogy azt gondolom, hogy aztán mondom, hogy neked ez miért jó, vagy miért nem jó, vagy hogy érzed magad a helyzetben, azt szerintem működik. De hogy ilyen nagyon jól megfogalmazható személy szabályok, hogy akkor kikérhetem, hogy legyél feminista, azt hiszem, hogy nem, de ez jó. Igen. Hogy ez egyébként egy nagyon-nagyon valós probléma, amit a Szilárd mond. Tehát, hogy azt szerintem az egyik leghibásabb ebben a történetben, azok maguk a lányok, akik nem reflektívek a saját helyzetükre. És egyébként az egyetemen se. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon sok olyan lányal találkozni, aki rájátszik ezekre az adott szexista szerepekre, és adott esetben még jól is érzi magát benne. Tehát, hogy elvárhatjuk-e egy nőtől, hogy legyen reflektív, és álljunk ki ezek ellen. Ez mitől van ez az interiorizált szexizmus, vagy ilyesmi? Ez mi? Szerintem ez részben, tehát ez a megfelelési vágy, tehát az, hogy beilleszkedni. Tehát szerintem ez a, tehát például a hőkben, a lányoknak, tehát ugye én felismertem nyomait olyan dolognak, hogy ez a szeretnék én lenni a gengszterek nője. Tehát, hogy itt vannak ezek a nagyszabású, látványos gengszterek tényleg, és akkor ezeknek jó a díszüknek lenni. Tehát, hogy egy kicsit ilyen dolog. Ami, tehát az önlegitimizálásnak egy bizonyos módja. Tehát, hogy ilyen biztos van, de szóval ez szerintem nagyon veszélyes azt mondani, hogy a lányok tehetnek róla, mert a lányok, tehát a helyzet, olyan a helyzet, olyanok a viszonyok, hogy ez egy könnyebb menekül, tehát egyfajta menekülési út, ugye a könnyebb, a kisebb ellenállás irányába menni. Tehát erről itt többször beszéltünk már, hogy az itt, hogy ez így visszaviszi azt, hogy kevesebben lesznek a lányok megint, mert ebből a kontextusból, az egész helyzetből, ami több ezer éve fennáll, ebből ezek a gravitációs erők vannak, amelyik ebbe az irányba mozognak. És ugye ezért a lányoknak, tehát az egy energia erre odafigyelni, észnél kell állandóan lenni, és hogy nem lehet feltétlenül ezért hibáztatni őket, hogy alkalmanként ez
a kisebb ellenállás irányába mennek tényleg. De hát másrészt meg igen fontos erre, nem tudom, felhívni a figyelmet, hogy fontos az érdekeinket képviselni, mert egyszerűen aszimmetrikus a helyzet, és úgy tűnik, hogy ágálunk, de hát azért ágálunk, mert olyan aszimmetrikus a helyzet, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor az a férfiaknak kedvez. Ennyi. Tehát, hogy úgy állnak a dolgok, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor automatikusan a dolgok úgy fognak alakulni. Tehát ennek az jut eszembe, hogy ez olyan, mint azt mondanád, hogy baj, ha egy nő nőies, és egy férfi férfias. Mint a hagyományos szerepeknek való megfelelés, az rossz. Néha miért nem szerepelnek egy nő ebben a szerepben férfiak? Nem mondtam, legyen nőies a nő, és legyen férfias a férfi. Én azt mondom, hogy a hatalmi egyenlőtlensége, attól lehet nőies, csak azt mondom, hogy a berendezkedés olyan, hogy ezek a hatalmi egyenlőtlenségek, ezek jelen vannak, és ezek ellen tenni kell. Nem mondtam, hogy férfiasan kell tenni valamit, nőiesen kell tenni valamit. Van két fogalom, amit használunk, férfi és nő, és ez micsoda? Alapvetően ezt kezdtem megkérdezni, hogy az mi? Tehát, hogy viselkedjék fél, és az mi az, hogy fél? Csak ne menjünk el ilyen akadét, tehát, hogy így mindig definiáljuk jól, tehát szerintem jók ezek az ilyen ördögűvégyei kérdések, hát ne legyen, igen. Tehát akkor mi? Mondjad. Ja, mondja meg? Hát mondjad, igen. Mondja meg a standard, hogy mi a férfi és a nőies. Ez esetben van egy készlete annak, hogy mit tekintünk hagyományos szerepeknek, férfinek és nőnek. A férfi általában a jó kis dominanciával és a hatalommal jól leírható, a másik a nő meg az alárendelődő és a csinos. Ez a két kategória, amiben működik. Az egyik az nagyon szerethető, a másik nagyon kompetens, az egyik nem jut soha sehova azért, mert nagyon szerethető. A kompetens meg nagyon alakítja a környezetét olyannak, amilyennek. Ez egy hagyományos szerepkör, amit elfogadunk. De hogy ez jelenti a férfiasság és a nőiesség, ez egy olvasata, egy hatalmi olvasata kérdés, de hány típusa lehet még ennek? Hány vetülete működhet ennek, ami nem ez? És nem ez a amit megélni feltétlenül muszáj, hogy kell. Jó, bocsánat, látom, hogy sok jelentkezem, csak nagyon-nagyon gyorsan. Tehát, hogy én arra gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha vannak nők, akik szeretnek, hogy tényleg a konzervatív párkapcsolati modellben, hogy jól érzik magukat, elvárják, hogy meghívja a pasi, elvárják, és ő ebben tényleg jól érzi magát, semmilyen szinten nem érzi magát elnyomva, ő ebben boldog, ő szeretne otthon gyereket nevelni, hogy miért nem hagyjuk meg neki azt, hogy ő ezt a modellt szeretse és ezzel elégedett legyen. Persze mondhatjuk azt, hogy nem ismerte fel, hogy ő el van jobba, de hol van ennek a határa, hogy akkor megmondhatom ennek, hogy te ne legyél boldogabban a helyzetben, mert el vagy nyomva. De ennyi, ezt akartam mondani. Senkit nem akarunk semmire kényszeríteni, tehát az a lényeg, hogy mindenki azt választhassa, és úgy lehessen nő, ahogy ő szeretne. Tehát ha én karriert akarok csinálni, és úgy akarok nő lenni, akkor hagyják, hogy én így lehessek. Aki meg a hagyományos szerepet akarja, és otthon nevelgetni akarja a gyereket, az pedig azt csinálhassa. Tehát szerintem ahhoz kell a feltételeket megteremteni, hogy ezek csinálhatóak legyenek, és az egyik ne legyen alacsonyabb rendű, mint a másik. Tehát ez egyformán érvényesek, és az én ideális társadalomképem az, hogy ahol mindenki olyan módon élheti meg ezeket a késztetéseit, vagy ezeket a vágyait, hogy attól nem rendelkezik kevesebb hatalommal, vagy több hatalommal, mint a másik. Okay. És... Csak szóltam akarni először te, és aztán ott én hátul. Én azt szeretném megkérdezni, hogy szerintem még zárják ki egymást. Tehát miért amely azzal gondoltam, hogy választanom kell, hogy gyertek, akkor köszönöm a tudományt. Igen, ez is. Tehát és ennek mindenféle arányú vegyülékei még. Tehát a szélső értékek között, hogy mindent lehessen választani. Tehát, hogy ezt a társadalom tegye lehetővé, hogy például én, hogyha egyébként szeretek tudományos kutatni, de családot is szeretnék, akkor legyenek olyan körülmények, hogy ez megvalósítható legyen, mert ez látható, hogy ez van, ahol ezt meg tudják csinálni. És ott a tudós nők több gyereket szülnek. Tehát, hogy ezt kell lehetővé tenni. Csak mikrofonban. Igen, hogy kicsit elkanyarodott a téma, amire ideért hozzám a szó, én csak azt szeretném mondani, mert én pszichológus vagyok, nem nyelvész, hogy milyen érdekes megfigyelni, hogy ezekről a témákról mi magunk hogy beszélgetünk. És kötélve ezt a Dénes felvetéséhez, hogy ez a szexizmussal kapcsolatos kultúra,
hol tart Magyarország, hogy úgy beszélünk mi magunk is, hogy általában a nők, meg általában a férfiak, meg hogy a fiúk olyan éretlenek, bocsánat, ez nem kötözködés volt, csak kötni egy korábbi az, hogy olyan éretlenek középiskolában is, hogy ezen nevetünk, hogy ez olyan vicces, és hogy ez ugyanúgy a sztereotípiák, vagy tudom, hogy itt sokan ismerik egymást, de mindig azt figyelem meg, hogy a nőket a keresztnevükön becézve szólítják meg, és milyen elképzelhetetlen lenne, hogy egy fiú felszólaló a becézés. Szóval, hogy meg ilyenek, hogy azt kiemelni, hogy nem általában nők meg férfiak vannak, hanem nagyon sokféle. Tehát sokféle nő van, meg sokféle férfi, és érdekes, hogy itt az általában a nők, meg általában a férfiak, mint szóhasználat így elhangzott, hogy erre így szerintem nyelvileg is. Tehát lehet itt kezdeni. Ez egy olyan dolog, hogy tehát lehet szabotálni sokféleképpen a beszélgetést, tehát például tehát szerintem használunk el ezeket a fogalmakat, az kétségtelen, hogy erre oda kell figyelni, hogy hogy mindenki egyénenként különböző, és benne a képességek, azok különfélék is vannak, nem tudom. Tehát ilyen, azt is megállapítottuk, hogy nem tudjuk, milyen a nőies, vagy milyen a férfias, de hogy ezek is különböző vegyülékben vannak az egyes emberekben jelen, és persze, igazából mindig úgy beszélünk ezekről a dolgokról, hogy mindenki különböző, és mindenki nem, tehát nem az a lényeg, hogy akkor van a baj, vagy akkor van a szexizmus is, akkor jön, hogyha a nőkről úgy általában veszünk, hogy mi van a nőkkel, miközben mindenki egy individuum, akinek más képességei vannak, más vágyai vannak a tekintetben, hogy ő nőként milyen szeretne lenni. Tehát, hogy ebben ez igaz, de másrészt meg szerintem, hogyha a szexizmusról beszélünk, akkor azért mégiscsak meg kell próbálni beszélni arról, hogy mit csinálnak a nők, vagy mit csinálnak a férfiak, és miközben tudjuk, hogy ez problematikus, ez a fogalom, de szerintem használni kell. Még volt valami kérdés talán. Ha nem, akkor még egy utóbb, igen, az Mónikán. Kicsit furcsán így félrement ez a történet, mert hallottunk egy történetet, hogy bulikat félmeztelen lányokkal plakátoznak az egyetemen, majd jött erre egy olyan diskurzus, hogy hagyd legyenek már és szüljenek otthon a nők. De ez nem ugyanaz. Ennyi. És szeretném visszatéríteni ezt a diskurzust erre. Mert ez nem az a választás. Tehát ez nem a tradicionális női szerep, hogy a testével a házi bulit reklámozom. De ez szerintem most csak egy sorrendi probléma. Nem, ez elvitte szerintem egy ilyen furcsa irányba a dolgot, mert hogy itt ez igenis probléma, amit a Dénes felhozott, és erre nem az a válasz, hogy hagyd legyek már tradicionális a nők, ha akarnak. Ez nem a tradicionális nő. És a tradicionális nő is valójában kikírni magának. Hát igen. Tehát ugye... Ha nem, akkor esetleg van olyan, hogy van pár dolgot erről, hogy a nők média kép, vagy valamit, tehát... Hogy? Mondjuk a média kép, vagy a nőkkel kapcsolatos média kép, vagy ilyesmiről. Hát ez nem a nőkkel kapcsolatos média kép volt, itt egy speciálisan egy hallgatói önkormányzat a házi bújjait avval reklámozva, hogy félmeztelen hölgyeket rak ki plakátra. Ez szerintem egy probléma, és jól tükrézi egyébként a listán levő szemléletet. És erre szerintem strukturális válasz kell abszolút. Tehát ez teljesen igaz, hogy ez nem lehet hagyni, és egy intézmény ez szerintem nem kéne, hogy tűrje, és a hallgató nők és férfiak nem kéne, hogy tűrjék. Ez tükrözi az egész társadalmi berendezkedést, amikor szögesből trótot is vesztelenőkkel reklámoznak óriás plakátokon, ugyanaz csapódik le mikroszinten az egyetemben. Van-e még kérdés? Nekem van egy kérdésem, egyébként a zaklatás téma az egyetemen, ez kicsit más, de mégis ide tartozik, hogy ez miért nincsen Magyarországon nem zaklatnak. Nincs ez a rajon, vagy miért nem olvasni? Nem tudom. Engem azokat. Nem tudod, tehát erre nem tudom, hogy nekem nincsenek erre nézvést adataim, vagy nem tudom, nem tudom, hogy vannak-e magyar közegben ilyen tanulmányok. Amerikában, vagy Amerikáról olvastam ilyet, hogy ez a szerelmi élet a kampuszon, az hogyan is megy, és akkor ez... De nem tudom. Szerintem nincs ilyen, az jó. De ez összes szexista válaszunk zaklatás. Tehát ez összes szexista válaszunk egy zaklatás. Tehát ezért
tegyük tisztában, hogy a plakát is zaklatás, meg egy csomó minden. Szóval nem az, hogy van ez a, nem az zaklatás, hogyha rám csukom az ajtót a hallgatóra, és akkor készítem bármire, és az a legszélsőségebb formája, de a plakátnak ez a vége. Tehát, hogy nagyjából az a történet. Szóval van zaklatás, maximálisan van. Erről beszélünk szerintem egy órája, hogy a zaklatás az itt nagyon működik. Ott a lista, igen, mint zaklatás, ez nagyjából le is fedi. Katus? Hát zaklatás engem sem ért. Igen, köszönöm. Én egyébként majdnem szóvá tettem, de... Csak én úgy ismertem volna. Igen, igen. Na, szóval, hogy én a Sára ég felvetésére éreztem hirtelen azt a pontot, hogy ez... mennyire rossz már, amikor beszélgetünk itt a hatalomról, a szexizmusról, és akkor hirtelen, hogy oda lyukadunk ki, hogy tehát hadd legyenek már a nők olyanok. Szóval, hogy én nagyon utálom, amikor abba a skatujába helyeznek engem, hogy azért, mert én felszólalok ezek az ügyek mellett, és felhívom rá a figyelmet, hogy itt bizony strukturális elnyomás van, erre strukturális válasz kell, hogy akkor rögtön ez jön csípőből, és nagyon sokszor érik mindenféle negatív sztereotípiák azokat a feministákat, akik kiállnak az ügy mellett, és hogy azért lenne tök jó, hogyha mindenféle ember, nő is, férfi is, nagyon nőies, nagyon férfias, nagyon mindenféle is kiállna emellett az ügy mellett, mert akkor már többé nem lehetne azt mondani, hogy na hát igen, persze, azért mondod, mert elváltál, vagy mert nincs pasid, vagy mert akármicsoda, hanem azért mondom, mert ez egy releváns érv. Van-e még kérdés, hogy hozzászólás? Kovács Tíme vagyok, és nekem lenne egy olyan problémám, hogy nem vagyok vele egyedül, hogy egy kicsit kognitív diszonanciát okozott egy bizonyos része a beszélgetésnek, mégpedig a kutatásokról, hogy a nők miért nem annyira alkalmasak agyi tevékenység miatt természettudományos pályára. És hogy szeretném, hogyha ezt valaki, aki ért a témához, és tud még erről valamit mondani, helyre raknám. Mert hogy ez ki az? Tehát ezt árnyaltuk abban, hogy ezek ilyen statisztikusan mérhető dolgok, amik viszont az egyéni... Szabó Noli vagyok, szociálpszichológus. Most annyi minden kavarog itt közben benne, hogy statisztikailag, amit a Dénes mondott, van valami különbség, de az volt a nagyon fontos, hogy a legtöbb az mítosz és legitimizáló mítosza, egy tudományos mítosz arra, hogy miért nem vasal a férfi és miért sír a nő, el lehet olvasni, hogy Ellen Pisziggel lehet ezzel jutni a történettel. Tehát valójában fizikális szempontokból vannak különbségek, de az összes, ami kognitív, meg gondolkodás, meg stb. Az mind arra jó, és akkor visszamehetünk odáig, hogy az is tudomány volt valamikor, ami annak az volt a címe, hogy a nő élettani gyenge elmélyűsége. Az egy tudományos mű volt, és le lehetett vezetni sok mindent belőle. Tehát, hogy vannak különbségek, ha valakit érdekel, akkor jöjjön gender előadásra, elmondjuk, külön órák vannak erről, hogy miből mekkora, de hogy valójában ez sokkal inkább mítoszként szoktuk használni az a helyzet. Másrészt meg a szocializáció erősen ott van, tehát hogy az iskolában hogyan erősítjük meg a nem matematika vagy nem matematika válaszokat, egy férfi esetén mit adunk, mint természetesen elvált történetet a dolga, és egy nőként, hogy hát ehhez, ahhoz képest egyébként milyen jól teljesít, hogy ez működhet. Most ez olyan, aki jelöl sok mindent, azon kívül, amit egyébként... Speciál matematika is akkor átadom, tehát hogy lehet, hogy ezt a Kovács Mérnak kéne mondani, mert hogy többet foglalkozott ezzel, hogy nagyon sokáig semmiféle különbség nincs gyakorlatilag. Tehát elkezdődik az iskola, kisiskola, icipicit, vagy még annyi különbség sincs, mire eljutnak 8-ig, a lányok azt mondják, hogy én hülye vagyok a matekhoz. Hogy lett ez a történet. Szóval, hogy csalósak ezek a kutatások, meg az okokozatok, amikor azt mondjuk, hogy biológiával magyarázunk, az egy szép-szép magyarázat, és akkor azt lehet mondani, hogy így születtünk, és bele lehet andalódni ezekbe a különbségekbe. Tényleg a Mars és a Vénusz, ez nem tök jobbat erre, amikor erre építjük a történetet a külön bolygóinkról. De szerintem itt egy dolog van, tehát én szerintem az nem tagadható, hogy különbözőek, tehát hogy különbözőek vagyunk alapvetően az a csoport, amit férfinak hívunk, meg az a csoport, amit nőnek hívunk, azok között vannak különbségek. Tehát én csak ezt
Tehát ezt akarom mondani, hogy vannak különbségek, de ez nem jelenti azt, hogy ettől őket bármelyik csoportot meg kell hátrányosan különböztetni. Tehát mérjük meg, én hány kilót tudok felemelni, ő hány kilót tud felemelni. Van különbség. Az a kérdés, hogy ezt a különbséget, amit így lemértünk, azt hogyan kezdjük el interpretálni. Hogy az azt mondjuk-e, hogy ő fontosabb a társadalomnak, hiszen ő fel tudja vinni a hűtőt az 5. emeletre, én meg nem. Tehát akkor ez egyértelmű. Ugye ezek az ilyen kommentek szoktak jönni az ilyen helyeken, hogy lenni. Tehát, hogy én csak azt mondom, hogy ez tény, hogy így van, hogy vannak különbségek, vannak dolgok, amik lemérhetőek különbségek. A probléma az, ha egy társadalom úgy berendezkedése olyan, hogy azt mondja, hogy az, akinek ez a tulajdonsága, az többet ér, nagyobb hatalomra rendeltetett, míg a másik, akinek másmilyen a tulajdonsága, van méhe és tud gyereket szülni, akkor ez őt predesztinálja arra, hogy. És ez egy különbség, neki meg nincs, nekem meg van. De ettől még, tehát hogy én szerintem az, hogy különbözőek vagyunk, szóval nincsen semmi probléma, hogy a nők meg a férfiak különbözőek. Azzal van probléma, hogyha ez értékállítás lesz és hatalmi különbség vezetődik le belőle. Szerintem ennyi. Pont ezért kell megnézni, hogy mennyi mindenben különböző vagyunk különbözőek. Hát azt hiszem, hogy erre most itt nincsen idő, meg biológiai kutatásokat, pszichológiai kutatásokat, tehát vannak tényleg tehát hatalmas anyaga van, nagyon sok irodalma van, amit most itt nem fejtettünk ki. De hogy sokkal, azt próbáltuk meg már negyedszer nekifutva mondani, hogy sokkal kevesebb dologban különbözünk, és valóban különbözünk, és ezzel nem lenne baj, de ezek a fizikaiak általában. Amit rápakolunk, a kognitív képességek, aztán az érzelmesség, az emóciók, a minden, az már a szocializációnak a terméke. És az a baj, hogy eztán után ezzel visszanyúlunk, hogy lásd, én kevesebbet tudok emelni, te meg többet, te meg így tudsz gondolkodni, meg én úgy tudok gondolkodni, és hogy mintha ez ugyanazon a szálon haladna. Tehát az a baj a különbségekkel, hogy nagyon ebben teljesen egyetértünk, de aztán nagyon könnyen fel tudják őket használni, legitimizálni az egyenlőtlenségeket. Igen, mire használnak tudást, azt tudjuk, az a baj, nem az a baj, hogy mit tudunk, hanem hogy utána mire használják. Én csak ezt mondom. Még akkor menjünk. Még a Mária volt, ott bejelentkeztél, Héten fél éves anyagokban gyalogolunk bele, már itt a Gender Studies-ba. Csütörtökön az ma van, 12-kor, van egy szeminárium, ezt csinálunk, még befér 10 ember. Éppen most voltunk a férjes asszonynál, Bovárnál, és a biológiai különbségekről is, de most ezt nem folytatnám majd a szemináriumon, hanem valami pozitívummal szeretném, mert lassan a vége felé járunk, hogy mit lehet itt csinálni. Én részemről azt látom, és keresek hozzá szövetségest, hogy a karunknak van ez az esélyegyenlőségi programja, és már így bosszantom magamat rajta, hogy mindenféle hátrányos csoportokkal már foglalkozunk, hogy akkor most megtámadjuk ezt a tervet, és próbálunk egy női esélyegyenlőségi programot itt a bölcsészkaron megcsinálni, mert nyilván hagyják, ha csináljuk. Tulajdonképpen rosszul tettük én is, hogy ezt pár éve azt mondtam, hogy hát majd megvárjuk meg, csak eszükbe jut, hogy az Európai Unió Gender Mainstreaming programját ugye kötelezően bevezették és negligálták nálunk. Na mindegy, ez a konkrétum, hogy ezt tehetnénk most, és nekiállunk itt a bölcsészkaron ezt javasolni, és akkor előadás lesz, és akkor esetleg elgondolkodnak, meg ilyen programok lesznek a nagyobb tömegek. Azt hiszem, ezt akartam valami, hogy mit tehetünk. Hát most ez itt konkrétan eszembe jutott, hogy ezt tehetnénk. Köszönjük szépen. Hátul volt egy, és akkor a Boré, és akkor utána egy lassan lezárnám. Nekem nincsen mikrofon, de lehet, hogy lehet. Szóval azt szeretném hozzá, hogy biológus vagyok, és ugye van egy fenotípus plasticitása az emberi agynak, ami nagyon-nagyon könnyen alakítható, és tényleg az emberi agy azokat a tulajdonságait fejleszti hihetetlen magas szintre, amiket gyakorol, és
és a genetikai okok ehhez képest egy kisebb varianciát okoznak. A másik, amit érdekességképpen szeretnék megemlíteni, hogy kialakult egy egész tudományterület evolúciós pszichológia néven, ami jó részt áltudományos, de nálunk a biológusok ezt nagyon szeretik és bekajálják, illetve az etológiai és ökológiai tanszéken, amelyik tulajdonképpen olyan gyenge lábakon áll, hogy nem sikerült adekvát magyarázatot adni a különböző társadalmi jelenségekre, de mégis magazinokban meg médiában is nagyon nagy népszerűségre tetszett, pontosan azért, mert hihetetlen szexista, úgymond magyarázatokat szállít bizonyos társadalmi jelenségekre. Köszönöm szépen. Egyrészt kimondom azt, hogy az agy fenotípusos plaszticitása is. Köszönöm szépen, hogy megtanítottad nekem ezt a szót. Másrészt visszakanyarodnék a listához így elegánsan a végén, hogy azt kérdezném, hogy szerintetek tényleg a cigányok vérében több a ritmus? Vagy a zsidók jobban értenek a pénzhez? És azt mondanám, hogy nem a nők vagy a lányok tehetnek arról, hogy ők kevésbé szólnak hozzá, és természetesen semmiről sem tehetnek a hajléktalanok sem, meg a szegények sem, meg a munkanélküliek sem, meg a cigányok sem, meg a zsidók sem, mert ezek társadalmi problémák, és erre vannak adekvát társadalmi válaszok, közpolitikai válaszok, kitalálták már máshol, mi is rájöhetünk, és ez nem jelenti azt, hogy ne lenne helye az empowermentnek, hogy bárki, aki zsidó, aki cigány, aki meleg, aki nő, aki bármi, az ne érezhetné ebben a bőrében jól magát, és ezt nem vállalhatná. Köszönjük szépen, szeretném ezt lezárni, és köszönjük szépen a mindannyiótoknak, hogy itt voltatok, a közösségnek, hogy kérdezett. Lesz erről a Facebook oldalon, az X-Kommunikációs Központ Facebook oldalán egy vágatlan